Hát, hogy így mondja, hogy fölveszem ám, vigyázz. Jó, és fogadjam el, hogy fölveszed. Igen. Ez jó, nekem tetszik amúgy, nincsen ezzel bajom. Hogy így kérni kell, hogy... Attól függ, mire használod majd. Persze, igen, azért is jó, hogy ez van újfent, mert hogy így mindenki tudja, hogy mi történik, és nem az van, hogy sutyiba fölveszem, tudod, aztán Na. oda kiteszem. Na már írom is a címet. Igen, grup, mehet. Na, szerintem most már kint is lesz. Ja, azt akartam csak megmondani még, hogy ha lefele nézek, akkor ne haragudj, akkor mindig nézem, hogy mi a hozzászólás, van-e kérdés, meg hogy élőben vagyunk-e. Live stream, azt Ezeket akarom. szoktam akkor, ha ezt látod, akkor nem az van, hogy uncsi, amit mondasz, hanem akkor csak lefele nézek, mert hogy megnézem, hogy kik vannak, hogy vannak, mit írnak, mi újság. Na, Azt úgy látjuk a chatben, nem? Mit oldalt, hogyha jó, írnak valaki. elvileg mi élőben vagyunk, de mindjárt még le is ellenőrzöm. Igen, itt úgy van. Élő. Na, mindjárt meg is nézem, hogy tényleg így van-e. Mert most egy másfél hete nem volt élőm, de szerintem igen. Na, tök jó. Szupi! Na, hát szia Viktor, látom, te már nézel is minket. Na, hát sziasztok, sziasztok. Most jó rég pont mondtam a Kálminak, hogy jó rég nem voltam, illetve egy nős programmal voltam utoljára, és egy kicsit így az augusztusban én is így pihengettem, aztán így elvesztettem ezt az időérzékemet, de hogy nem felejtettelek el, mert titeket is jövök, meg közben vegyetek rá engem is arra, hogy egy per egy így is beszéljek, mert annyi mondani valóm van, csak mindig úgy vagyok, hogy jaj, most én ide egyedül beülök, akkor mi van, nem jut eszembe semmi, de úgyis egy órát tudok Akkor majd. most megfordítjuk, akkor most te fogsz beszélni. Nem, ők rád kíváncsiak. Dehogy is. Úgyhogy majd most ilyen terveim is vannak, úgyhogy nyugodtan, mivel most kimondtam hangosan, kérjétek öltem számon. És akkor köszönöm szépen, hogy itt vagy. Még idén, nem is tudom, talán februárban vagy márciusban jött ez az ötletem, hogy basszus, annyira jó versenyzőink vannak Magyarországon, hogy csak Magyarországra is szűkítjük, és olyan értékes emberek, olyan értékes és különböző gondolatokkal, különböző sztorikkal, hogy tök jó lenne őket jobban is megismernie, nem csak annak a szűk körnek, akik itt talán találkozgatnak, hanem ugye mindig hallunk egymásról, tehát igen, én is már róla, de tök sok mindent így hallottam a Hajnitól, a Viktortól, de fogalmam nem volt róla, hogy te ki vagy, mit csinálsz, hogy kerültél ezzel kapcsolatban, és akkor találtam ki, hogy kéne egy ilyen beszélgetés sorozatot csinálni, hogy megismerkedünk, de én beszélgetek mindig egy ilyen kiemelkedő figurával ebből a Spartánból, akit így azért hallásból, látásból így ismerünk, összefutunk vele a pályán, integetünk, szeretjük, követjük, de nem biztos, hogy tudjuk a kis sztoriát, és tök jó lenne őket mélyebben is megismerni. Ugye hát már, úristen, már 6-7 hónapja nyomom, hogy mindig van valaki, vagy valakik, egy-két hetente van, hogy havonta egy, akikkel így akiket így meghívok, és tök jó, mert eddig még mindenkivel össze tudtuk hozni. És veled is már tök régóta így felvettem a kapcsolatot, hogy Hajni is ajánlott téged, a Viktori is, még a Peti is, és hát De rendesek. tökre örülök, hogy itt vagy. És úgy szoktam mindig kezdeni ezeket a beszélgetéseket, hogy megkérlek rá, hogy mondd el, hogy te most mit csinálsz, aztán persze azt, hogy mikor kezdtél el mondjuk sportolni, hogyha van ilyen előéleted, és úgy érzed, hogy ezt is szeretnéd elmesélni, és hogy kerültél kapcsolatba nyilván mondjuk így a Spartánnal, meg a Spartának is azzal a részével, ugye, ami különleges, mert hát nem, te nem csak egy sprintet, meg bíztet, meg ezeket, ezt a normális trifektát nyomod, hanem azért te is ugye a Viktorikkal karöltve egy komolyabb szintre emeled már ezt a versenyzést, úgyhogy ezt nagyon örülnék, hogy erről is mesélni, meg a jó kalandjaidról. És ezeknek a beszélgetéseknek ugye azon kívül, hogy megismerjük egymást jobban, az is a lényege részemről, hogy amikor mi a fejünkben vagyunk, akkor mindig azt gondoljuk, hogy mindenki úgy gondolkozik, hogy mi gondolkozunk, de nyilván látjuk, hogy hát a világban azért zajlanak dolgok, és hát mégsem úgy reagál mindenki, hogy mi.
És tökre szeretem azt, amikor annyiféle nézőpontból meg tudom közelíteni mentális hozzáállás, felkészültség, te hogy állsz neki egy versenynek, stb., hogy ebből nagyon sokat tudunk egymástól tanulni. És én ezt is szeretem így megfogni ezekből, úgyhogy majd erre is rá fogunk térni, készülni. Úgyhogy át is adom neked a szót. És Na ez most mit csinálok, ez mit akar pontosan a sportterén, gondolom, mivel, ugye? A sportterélő is beszélsz meg arról, hogy civilként mivel foglalkozol. Na hát sportterén, ugye sport az mindig része volt az életemnek, vagy hát majdnem mindig. Ez a 14 éves korom óta, nem, azért korábban 14 éves korom óta sportolok, de volt egy ilyen, egy koraszülött voltam, és tüdőmmel volt gondom, aztán nem igazán tudtam futni, felmentett voltam részben, de ilyen futások alól már megfulladtam, szerencsétlen voltam nagyon. Aztán elkezdtem teniszezni, ott volt az, hogy kiesett az ütő a kezembe, olyan gyenge volt a karom, és akkor elkezdtem kondizni 14 évesen, de ilyen kis amatőr szinten, és akkor azt 18 évig kondiztam igazából. Hát nem látszik rajtam, de ugye minden... Nem mindig... tudjuk, így a képernyőn keresztül, ugye bár? Nem, ez nem látszik, soha nem látszott igazából rajtam, mert ugye csak amit kajával be tudtam vinni, tápanyag, fehérje, az épült be, meg ugye a futás mindig ott volt, de igaz, ilyen pár kilométer, ilyen 4-5 kilométerek csak. És akkor kosaraztam is, amikor elkezdtem kondizni ugye általánosba, akkor elég jól megerősödtem, és akkor kosárban elég jó, meg jó voltam. Ugye volt erőm, és akkor messziről jókat tudtam dobni, az volt az erősségem, hogy azért ilyen 3 pontosokat elég könnyen tudtam dobni. Aztán elkezdtem kajakozni, és ott igazából jött az, hogy a kondi és a futás, ott jobban lett a futás erőltetve, az jól is ment, csak aztán úgy alakult az életem, hogy dolgoztam, és elkezdtem dolgozni nyaranta, és a szabadidőm, tehát 4 éven át a középiskolás éveimet azt munkával töltöttem, minden szünetemet, hétvégémet dolgoztam, és akkor gyűjtögettem magamnak. Hát olyan körülmények között éltünk, hogy ez így anyukámnak segítség volt. Aztán elkerültem főiskolára, Szolnokra, ugye én győri vagyok, de Szolnokra mentem főiskolára, ami nagyon jó évek voltak, és ott voltam igazából úgy gyerek, fiatal, mert itt a középiskolás éve munka miatt azért sok el megedzettem, hogy a kajakozás az abban maradt, mert erőnléti edzéseket megcsináltam, meg a futást, csak az evezés nem volt idő, mert akkor, az délután volt, akkor viszont dolgoztam a nyári szünetbe. És akkor egy idő után 14, tehát 32 évesen hagytam abba a kondit, mert meguntam. És akkor jött ez a, ugye futottam mellette, de akkor jött az akadályfutás, még volt a, jaj, hogy nevezték. Brutál futás, vagy mi volt? A Burger King brutál futás. Nem, előtte volt a Fighters Run. Tényleg. Azok voltak talán az elsők, és Békés Csabán volt, emlékszem, az első, amikor elmentem, hogy az azért tetszett, mert ugye volt abban, az kellett erőlét is, meg kellett futás képesség is, állóképesség is, erő is, és így jött össze a kettőt, mégsem volt unalmas, mint egy futás, meg egy konditeremben lenni, hanem úgy az ember azért kim van. És emlékszem, 50 perc volt azt hiszem a szintidő, és éppen, hogy beértem talán 47-8 vagy valami, és tökre örültem magamnak, és akkor itt kezdődött az, hogy akkor én ennekre jártam, aztán volt, hogy ez volt Békés Csabán, aztán volt Zánkán is, azt hiszem, volt Kecskeméten talán. Igen, Kecskemét az, igen, az Zánka az nekem már kimaradt így fejben, de a Kecskemét. Valahol a Balatonon volt, mindegy, azt hiszem. És akkor ez 12-ben volt, vagy nem, 13-ban, és akkor voltam első Spartanon is, tehát én is egyik első között voltam, még a Beast-tel kezdtem Vehécen. A Vehéci Beast volt az első versenyem. 13. Rögtön egy bíte és egy bíztel kezdtél rögtön? Ah, persze, bíztel. Nem, mert tudtam futni, mint 10-15, hát most akkor 20-at is talán lefutok. Uh-huh. Úgyhogy az volt az első verseny, és akkor onnantól volt az, hogy azért próbáltam minél többet összeszedni, akkor még nem sokan voltunk. Tehát én inkább ez a... Akkor sem voltam jó futó, és most se lettem az évek alatt se. De én első vállalkozó vagyok mindig. Tehát én megyek mindenhova, ha nem is, főleg az ismeretlent szeretem. Tehát én inkább próbálkozom, és esetleg húzok másokat itt. Elkezdtem, aztán én a kondit miután abbahagytam, akkor kezdtem ez a funkcionális edzés, ez a crossfit jellegű edzések, a saját súlyos edzések, ami sokkal jobb volt, és hasznosabb izmokat erősít, mint az, hogy én most fekvenyomok, vagy bicepszedek. És rájöttem, hogy igazából sokat nem érnek ezek az izmok, és tényleg a belső izmok fontosabbak, tehát erre fókuszáltak az edzések. És akkor itt csoportba egy győrbe belekerültem, és akkor én jártam ilyen versenyekre, aztán húztam magammal pár embert, akkor
és akkor menjünk el, és akkor próbáljuk. És hát általában jobbak voltak sok mind futásban mindenben, de ha én nem vagyok, akkor lehet első indulnak a verseny, meg sem megyik próbálni. Tehát ezért jó voltam egy ilyen húzó embernek nekik, de és ez így maradt máig is amúgy, hogy szinte mindenki, akit is meg körülöttem, sokkal jobban teljesít, de kellett lehet ez a löket, hogy akkor na, én elmegyek, akkor gyere te is, és lehet mondja, hogy ez a hülye elmegy, akkor én is elmegyek vele, hát most miért, ha ő teljesíti, akkor én is tudom, aztán kiderül, hogy milyen jól tudja az illető. Úgyhogy így indult az egész, és akkor első 13-14-15-16-ba én mentem, minden évben meg volt a két trifektám, akkor még az is nagy szám volt. Igen. Ez a 14-15-ben. Emlékszem arra, hogy voltak még ilyenek, hogy ilyen városi sprint, és akkor annak tudod, nem három ilyen szeletből állt, hanem kettőből, Az és úgy kell Prágába volt, Kassa azt meg... hiszem, vagy nem Kassa volt, meg... Kassa meg Prága, azt hiszem. De én ezeken például nem voltam, mert nekem a Spartan az a terepet jelentette, és a hegyet, tehát egyszer voltam, azt hiszem 15-ben Nitrán volt egy ilyen városi verseny, és azt mondom, hogy egyszer kipróbálni jó volt, de többet nem, mert nekem nem ez volt, nekem a terep, tehát Spartához nekem hozzá kapcsolódott az, hogy terepen legyen benzin, és ne betonon fussak. És ezt is máig tartom, tehát betonon nem igazán futok. Ritkán, így edzésképpen, vagy valakivel egyszer-egyszer elmegyek egy futásra, hogy na, nem akar egyedül menni, de elmegyek, akkor igen, de amúgy nem erőltetem ezt a városi maraton, fél maratonokat. Úgyhogy inkább a természetbe kimegyek. Civilként amúgy mivel foglalkozol? Végzettségem szerint közgazdász lettem, külkerszakom. Úgyhogy dolgoztam, nagyon sokat dolgoztam beszerzésbe, beszerzés kapcsolattartás vevőkkel, ezzel indultam még főiskola után, annál a cégnél amúgy, ahol diákként dolgoztam, ez egy német tulajdonú cég volt, ott rengeteg mindent megtanultam, és nagyon hálás vagyok a német tulajdonosnak, aki egy, nem mert megmondani, egy nagyon egyszerű ember, ott kapált velem a kertbe, tavatástunk ki, kézzel csináltunk, ültettünk, mitten hány száz méter túját, földet cseréltünk, de hát mellette tanultam meg németül, angolul dolgozni igazából, tehát hogy milyen az, hogy megtanulni jól dolgozni, és a munka mit jelent, úgyhogy nagyon sokat segített nekem abból, hogy az életbe, meg hát a 4 év munka alatt is, hogy amiket megtanultam, ilyen műszaki dolgokat, az úgy tőle jött, attól a cégtől. Aztán dolgoztam Győrbe egy nagyon megint egy családi vállalkozásnál, lámpákkal foglalkozik, nem mondok nevet, mert nem reklám, ahol meg kijutottam Kínába, tehát Kínába járkáltam ki 4 éven át, és ott egy beszerzést és minőségbiztosítást vittem, és ez nagyon jó volt, itt kezdtem el utazgatni, hát előtte is mondjuk utaztam, de az megint egy más téma, tehát egy munkatén, tehát ez a beszerzés, aztán átkerültem az autóiparba, és ott szolgáltató cégeknél dolgoztam, ilyen minőségi szolgáltatást nyújtottunk, utómunkák, válogatások, mérnöki szolgáltatás, és így itt meg összeszedtem a műszaki tudást, tehát papíron én egy közgazdász vagyok, de az utóbbi mondjuk 10 évben inkább műszaki területen dolgozok, és ez is nagyon jó, mert összeszedtem olyan tudást, amit hát iskolapadban nem lehet, de nagyon hasznos az életbe. Igen, én is azt a tudást szeretem nagyon őszintén, amilyen ez a tapasztalati igen, tudás, ez sokkal ahogy... többet. Tehát az a cég, aki papírokat néz, meg azt, hogy milyen stósz diplomává állítok oda, én nem is szeretnék dolgozni, mert nem az számít, hogy kinek milyen papírja van, hanem hogy tud problémákat, feladatokat megoldani. És amúgy ez a sportban is, tehát ezek, amit csinálunk itt, páran itt, akit mondtak, itt a Viktor, a Peti, aki elmegy, vagy egy pár megcsináltuk ezek az agógi, meg ezek pont erről szólnak, hogy igazából nincs lehetetlen, ott van egy feladat, meg kell oldani. És nagyon jó segít ez is az életben is, tehát nagyon hasznos tapasztalatokat lehet összeszedni. Na, hát akkor majd mesélj, hogy kanyarodtál rá erre a... Az majd a következő szint, igen, tehát így ment, tehát így civilként, most éppen kiszálltam az autóiparból, egy nagyon jó cég, kis cégnek dolgozok, egy osztrák cég, ahol bicajbelsőket gyártunk, de nem gumiból készül, hanem műanyagból, és egy magyar srác a feltalálója, aki igazából Ausztriába tanult, mert apukája ott kapott munkát, és egy 34-es, és nagyon kis, nagyon talpás, tehát nagyon jó kis cég, és nagyon jól csinálják, és ennek vagyok úgymond, tehát ez egy operation manager, tehát a beszerzés, a gyártástervezés, mindennél felelek az, hogy a
vevő igényeinek megfelelő termékek legyen egy gyártva, meg legyen a nyersanyag, beszállítókkal tartom a kapcsolatot, illetve néhány fontosabb vevő. Ugye ez egy kis cég, páran vagyunk, így egy ember több feladatot visz, ami nekem pont jó és tetszik, mert nem unalmas, nem egy sikú feladat, nem mindig beszerzek, nem érték, hanem mindent csinálok, mert itt nincs az, hogy minden van külön ember, majd amúgy ki fog nőni magát, biztos, hogy nagy cég lesz belőle, de most még ilyen kicsi cég, és ezért tetszik, tehát nem ilyen multi, nem multiasodott el még. Használom az angol németet, úgyhogy nagyon jó, mert tényleg szinten tudom tartani ezeket a tudást, tapasztalatot a iskolában, vagy éppen az életből összeszedtem így az évek alatt. Szóval ez így a privát élet, úgyhogy Győrbe lakom, mindig is Győrbe laktam, kivéve amikor külföldön jártam dolgozni, vagy ide-oda, de ez megint egy más történet, hogy bejártam igazából a világot, tehát a hobbim is az utazás, még a sport előtt is. Nagyon szép helyeken jártam, és azért is szeretem a természetet, a erdőhegyeket futni. Nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy eljuthattam olyan helyekre, ahová eljutottam. Igazából például, hát mondjuk Kínát már mondtad. Nem Kína, inkább az óceáni térség, Új-Zéland, Ausztrália, Fidzsi-szigetek, Polinézia, voltam az Antarktiszon, Dél-Amerika, Amerika, tehát minden kontinensen voltam, voltam szafarin Kenyába, Japánba voltam, tehát nagy, valami hobbi, valami utazás, valami mindegyik volt, igazából óceáni az, ami a szívemhez nagyon közel áll, főleg Új-Zéland. Tehát ott többször is voltam, négyszer is dolgoztam is kint hivatalosan, tehát munkavízummal, és nagyon, nagyon jó ország, nagyon jó emberekkel, és nagyon szép természeti adottságokkal. Tehát ezért nagyon nem tetszik ezek a szemetes erdő, tehát az, hogy miért nem tudunk vigyázni, be olyan szép helyek vannak, és sajnos pusztulnak körülöttünk, de hát ez van, én próbálom vigyázni rá, és tényleg nagyon nagyon örülök, hogy ezekre a sok helyre eljutottam, és eljuthattam, és még szerintem el is fogok egy pár helyre. Nagyon, ez egy csodál, tényleg, úristen, nekem is ez a Polinézia, mindenki azzal jön mindig nekem, hogy én olyan vagyok, mint a Vajana, és az a, ez a rajzfilm figura, igen, ismerem. Igen, a Tefiti szívér megy Polinéziába, és ugye tényleg amúgy nekem az nagyon, én imádom az őslakókat, igen, nagyon igen. Szeretem. Aki megteheti az életben, csak mondom, hogy javasl, hogy menjen el, mert nem érti senki, hogy miért ragaszkodom Új-Zélandhoz, vagy az a régióhoz, nem is Ausztrália, inkább Új-Zéland. Nem tudom elmondani, tehát ez el kell menni, és aki elmegy, az megérti, hogy miért. És nem csak azért, hogy elmész egy hétre, amúgy egy hétre nem is érdemes, mert egy hát nem, meg két napig odaérsz. Körülbelül igen, amúgy két nap az út, hanem annyira szép, hogy több hét, tehát egy hón, 3 hét, 4 hét legalább kell ahhoz, hogy körbejárd. Ugye 3 Magyarország nagysági terület, 2 szigetből áll, főleg a déli a szép. Ha már választani kell, és szűkös az idő, akkor inkább a délit megnézni. De aki elmegy, az megérti, hogy miért olyan a maori kultúra. Jaj, igen. Tehát az egészen más világ, más értékrendű emberek élnek ott, tehát hülyé hangzik, de szerintem elég sznobok vagyunk itt Európában, és egész más fontos nekik, mint nekünk. Tehát mi nagyon külsőségesek vagyunk, még ők nem ott nincs annyira az, hogy most milyen autó, mekkora házam van, ott nagyon sokan élnek egy jó színvonalon. Nincsenek csillivilli palóták, persze vannak ott is milliárdosok, meg milliómosok egyértelmű, de az átlag az egy nagyon, nagyon jó színvonalon él. Van egy háza, van egy öreg autója, kim voltam itt olyan például 6-ba, és dolgoztam ott, és volt egy 10, nem is tudom, 5 éves Toyotám, amit 100-150 ezer forintnak megfelelő összegért vettem akkor. Tehát akkor az akkor sem volt egy hatalmas összeg, és a cégnek, ahol dolgoztam, annak a kvalitis vezetőjének egy enyém öregebb autója volt. Pedig jóval magasabb pozícióval dolgozott, és nagyon sok ilyen volt. Tehát ott nem nézik le azt, hogy miért van 20 éves autód, de abszolút más számít. Tudom, egy régi ilyen pasinnak a testvére ott él kint, a nővére, és mondta, hogy hát ott annyira támogatják a friss vállalkozókat is, hogy veszel egy kocsit, 5000 forintba kerül az átírás, nem 100 mondjuk, és egy, ha létrehozol egy vállalkozást, akkor egy évig nem is kell fizetni, hanem még ők támogatnak téged. Egy év után is mondta be azt, hogy hát ez nem jött be, úgyhogy ő nem folytatott tovább, de hogy így nagyon, nagyon barátságosak, és én nagyon, nekem szívemből szólsz, mert nem is kell ennyire messzire menni, mert csak ide átmész, mondjuk Törökországba, ott is olyan szeretettel beszélnek egymással az emberek, nincs szégyenérzet, nem keltenek benned szégyenérzetet, se semmit, hanem így mindenki mindenkinek a testvére,
a barátja, mindenkit úgy kezelnek, mintha a testvéred lenne, és Azt én is ezért... hallottam a törökökről is, hogy tényleg ez, nem voltam Törökországban, de nagyon vendégszerető nép. Igen, hogy nem, tehát ott nincsen rablás, meg ilyen dolgok, mert hogy mi, úgy vannak vele, hogy hát kirabolja ki a saját testvérét, ugye, ha Igen, igen, találnak igen. pénzt az utcán, beviszik a rendőrségre, meg ilyenek, szóval hogy nagyon cukik amúgy, tényleg, de más Görögországban is nagyon kedvesek szerintem, tehát hogy nagyon, nagyon Izlandon volt a legmeglepőbb, tényleg ott olyan naívak az emberek, olyan édesek, de tényleg, hogy mi így nézünk, tehát, hogy mi van most, ez komolyan mondta, azt mondta, hogy vigyem el a boltból, és csak hagyjak ott pénzt, ez valami kandi kamera, vagy mi, és Igen, nem. meg az önkiszolgáló, hogy akkor vedd el, és kifizetik az árát, tehát nincs kassza, és akkor tényleg bedobja mindenki a pénzt. De Igen. akár megint például Új-Zélandon volt, hogy az autót nem lehet csak úgy leadni, tehát amikor elutaztunk, le kell adni roncstelepre, ugyan veszélyes hulladék, és azért neked kell fizetni, és nem neked fizetnek érte. És megcsináltuk azt, hogy srácokat többen voltunk elsőként ki, tehát kimentünk a semmibe igazából, tehát sem munkánk, semmi nem volt, és elmentünk, és keresünk munkát. És amikor ott akarták hagyni, egyszerűen lehúzott ablak kulccsal, ott hagyták az utcán az autót, és senki nem vitte el. Benne volt a kulcs is, és senki nem kellett. Tehát nem viszik el egyszerűen, kész. Hanem itt is a Nem taxi. mindegy, hát ez egy öreg autó volt, de akkor is senkinek nem kellett. Itt is a sarkon, most mondom, Törökországba jöttem haza, nem, már elfáradtunk, napközben 40 fok, taxival menjünk. Ez egyrészt 800 forintért vitte el, vagy nem tudom, 30 kilométert kb., de tényleg, vagy 20-at. Másrészt pedig úgy álltunk ott a taxinál már vagy 5 perce, full kinyitva a taxinak a sofőr oldali ülés is, a másik is, ki volt nyitva, szellőzött, a sofőr sehol, de ember a környéken sehol. Azt 5 perc múlva jön a közértből, vagy mit tudom, én is így Ja. mutogat, hogy jön. Ja. Ez a, na jó, hát ez nagyon, de ez annyira bizalomgeresztő, hogy van bizalom, van szeretet, van odaadás. Igen, ez jó. És Nem ez... mindegy, hát, tehát így ezek az országok, ahol voltam, igazából mindenből láttam egy picit, láttam nagyon szép tengerpartokat, hegyeket, óceánt, nagyon szeretem bálnákat, bálnalesen voltam, Új-Zélandon, Ausztráliában, az Antarktiszon, tehát voltam, mondom, Akkor te láttál sivatagban. karcárnyú delfint is És élőben? Láttál ilyen Willy delfint is élőben? igen, olyat is látni. Látnak az Új-Zélandon. Tehát én azt mondom, hogy nem az, hogy sok minden ország értem, szóval nem voltam, de láttam mindenből egy kicsit, egy kis hegyet, egy kis sivatagot, egy tengerpartot, óceánpartot, fehér homokosat, rózsaszín homokosat, meg rózsaszín tavat. Tehát a természet szép részeit, és valahogy ezért marad benne az, hogy ilyen terepfutás, terepverseny, vagy olyan versenyekre megyek, ahol ami szép helyen van most már. Tehát nem is az eredmény számít, hanem persze kihívás is legyen, de mindegyik az, de inkább az, hogy szép helyen legyen. És az, hogy most beérek, és nem utolsó, az bőven jó nekem. Igen, amúgy. És amikor voltunk a Dolomitokban, és végre fölértél, és nem az volt, hogy mész, és már azt hiszed, hogy jó, de jó, már csak ki, odaig kell, és akkor utána így elkanyarodik, és megy még föl, úristen, és ott fölértél, és én csak így leültem egy 10 percre, tényleg egy ilyen kis hintába, és így néztem, hogy szembe velem havas a hegy, és hogy úristen, hát ez hihetetlenül gyönyörű, és így mentettem el az élményt. Már én nem is néztem, hogy hány óra van, mert mit tudom én, mert Hát hogy... meg nem tudom, most én magamból kiindulva, nem vagyok az a futó, akinek számít az, hogy én egy pár percet vagy segítek másnak, vagy leülök, vagy csinálok két fényképet, mert az, hogy egy ultra versenyen 10 óra 5 perc, vagy 10 óra 10 perc lesz a beérkező időm, olyannyira nem számít, hogy semmi jelentősége nincs igazából. Igen, Úgyhogy, jó. Én de ezt még ez is tudom. később alakult csak ki, tehát az, hogy én ilyen hosszút futok, mert azért a Spartan alatt a 15-16-ban nem futottam ilyen 30-40, vagy 40-50 fölöttieket soha, tehát inkább ez a 20-30 volt, és akkor utána lett az, hogy akkor próbáljunk meg egy úgy ultramaratont, azt 17-ben próbáltam először meg, akkor futottam melyik volt a vértes terepmaraton volt, annak van az 50 kilométeres, ez nem is olyan nagyon szintes, aztán azt futottam rá egy párszor, és onnantól jött az, hogy akkor 50, 60, 70, és akkor így egyre följebb. És akkor volt a Kinizsit, azt, mint túrafutás, azt próbálni meg, hogy a Kinizsit század, ugye az a legendás Kinizsi század, és azt hiszem 17-ben voltam talán, azt hiszem 17-ben is mentem rá a Kinizsi százra.
18-ba futottam először a Szent László Trailt, az UTH Hungaroring belül, a 84 kilométeren. Nagyon örültem, hogy az sikerült, egy nevesebb verseny, úgymond tényleg, amit jegyeznek nemzetközileg is. És akkor 19-ben már Szlovéniába próbáltam a Vipaval, a völgyben a 105 kilométeren, az volt az addig a legnehezebb, és akkor így szépen fokozatosan így feledzettem magam. Amíg az tönkretette a térdemet, ott a lejtők, az nem megy a lejtőfutás, ez már is a lejtőn mindig lehagynak, és ez nagyon idegesít, de hát ilyen vagyok, emelkedőn inkább megyek, lejtőn meg hát majd behoznak, meg lehagynak általában. Én is inkább az emelkedőt választom, mint a Én lejt. Is, igen. Nem tudom miért. Kevésbé teszik tönkre a lábam, úgyhogy... Pedig mindig azt mondják, hogy ez az ultrám bennem ragadt, hogy lefelé a szar is gurul, de sajnos én nem gurulok, úgyhogy ja. Nekem is inkább mászok fölfele, csak ne kelljen legurulni, vagy lefele futni, mert valahogy ott én is a lábaimmal ott össze-vissza működek. Igen, meg én is majdnem minden versenyen pofára esek, egyszer berúgok, majd fába, gyökérbe, ami van, tehát ez van. Ilyen dolgok. Nem tudok futni, tehát nem vagyok futó, nem is, amúgy nem is szeretek futni. De azért 105 kilométert lefutsz, nem gyűlöd. Meg többet is volt, több is, de a futás, amit ad közben, vagy a sikerélmény, amit a célba érkezésnél van, az annyit megéri. Tehát a táj, ahol keresztül megy egy hosszabb versenyet, van sikerélmény, ha sikerül befejezni, az megéri talán. Meg az edzettség, amit ad, a kitartást edzi, tehát ezek mind hasznos, jó dolgok. Utána persze már minden szép és jó, meg másnap is, meg hogy hú, mondtad, hogy esetleg utána azt mondod, hogy soha többet nem futsz, azt másnap már nézed, hogy miért nem. Persze, mert már beérkeztél, és utána, igen. Hát azért valamelyik versenyt az kell pár nap, de azért általában oda jut az ember, hogy ezért megpróbálja megint csak. Na mindegy, tehát így a Spartanba, aztán indultam 15-ben az EB-n, hogy én indulhattam egy EB-n, ez olyan nagy dolog volt nekem, hogy indulhattam, akkor még csak az kellett, hogy egy sprint szuper meg bíztet teljesítsenek, azt hiszem előző év az volt a feltétel, és tök jó volt, hogy elindulhattam rá, egy EB befutó érmem, az óriási dolog nekem, aki nem is vagyok sportoló, mert nem is tudok futni igazából, de mégis... 2015-ben? 15-ben, igen. A Tátralom Nicon? Igen, igen, ja, igen. Nekem az volt az első bízt. Ja. Ja. És akkor indultam az EB futamba, és ott is mit tudom, aztán elmészem, hogy 290-en indultunk, aztán azt hiszem 157-dik lettem, vagy micsoda, tehát... Nem egy nagy erő, tehát ilyen középmező, hogy amúgy ezt máig tartom, tehát ennél előrébb nem nagyon végzek, általában ilyen 40-60%-ban vagyok benne, olyankor inkább hátrébb, de általában beérek nemzetközi versenyeken is ebben a középmezőnybe. És akkor hogy jött neked a Hurricane Heat, az a Goga Dead Race, ezek a dolgok? Az a kipróbálás megint, hogy valami újdonság volt, és akkor azt hiszem 17-ben volt először, és akkor még 10 euróért lehetett menni, és akkor pár hely volt csak, és azt hiszem Lengyelországba mentem el. Az volt az első HH. Akkor még ez nem is volt hivatalos, csak én próba volt, vagy nem tudom, az mi volt pontosan. Igen, itt Tokaj volt az, ami ilyen próba volt, és emlékszem, akkor még én is ilyen SRTG vezető voltam, és akkor azoknak 10 euróért lehetett menni, igen, de még hát nem volt. Az volt az első. Hát kipróbálni azt is, hogy mégis nem futás, de feladat, csapatmunka, meg híres voltam arról, vagy azt híresztelték, vagy az volt, aztnak tartottak, hogy nem tudok csapatba dolgozni. A munkám során is, hogy én magamnak való vagyok, részben van valami bennem úgy, de meg akartam nézni, hogy én tényleg vagyok egy csapatember, vagy egy ilyen, mert ott ugye ez csapatverseny valami, csapatkihívások vannak, és hogy tényleg mennyire vagyok alkalmas arra, hogy tudok együtt dolgozni, főleg vadidegen emberekkel, és azért kijött ez a verseny, hogy nem igazán igaz ez, mert igenis tudok csapatba dolgozni, ha olyanok a csapattársaim, akik ugyanúgy hozzáteszik a részüket, és nem az a csapat, hogy vagyunk 10, akkor 2 dolgozik, a 8 megfigyeli, hogy és szemmel segíti őket, tehát ez nálam nem a csapatmunka lényege. Úgyhogy akkor indultam ezen, és akkor aztán jött a hivatalos, és akkor lett akkor 12 óra, akkor próbáljuk meg a 12 órást is elsőként. Tehát én mindig tényleg az első versenyeken indultam, az első megrendezéseken. Nem a legnehezebb, nem a leg valamiért extra, hanem az elsők. És akkor elsőként voltam a 12 óráson, akkor először Bécsben volt meghirdetve, aztán kiderült, hogy szlovák vagy cseheknél is lesz Kútiba, és akkor ott is voltam. Ugye a Hajni is ott indult először, ott találkoztam először a Hajni, mert egyszem nőként teljesítette a 12 órásat, azt hiszem ő volt az egyedüli, aki elindult, meg be is fejezte. De lehet más nem is volt. Nem mindegy, tehát egyedül a Hajnit úgy onnan ismerem látásból elsőre. Aztán utána
aztán ez volt 17, és akkor 18-ban jött ez a H3X, ami nem tudtuk micsoda először, és akkor volt akkor 24 óra. Mekkora volt, emlékszem, hogy jó, mi lehet ez minden országban, hogy milyen kontinensen ugyanakkor indul, hogy... És akkor volt az, hogy akkor is hajnéva ketten voltunk, azt hiszem, kint Görögországba, és akkor ott csináltuk meg, és akkor ez hiányzott igazából. Na, Spártába, ugye? Spártába, igen. Igen, azt, ott igen, Ott emlékszem. volt az első, és akkor oda kimentünk, és akkor az az első 24 órás. És akkor végigment, és akkor utána jött a Death Race, vagy Agó, hogy az Hány 10... dobogón voltál először? Vagy meg a Dead Race-ról majd mesélj, mert A ahol senki nem tud semmi. Sky szigeten. Azon voltam először, ami Európában, tehát Amerikában, ezért nem akartam kimenni, és szerencsére elhozták Európába, tehát a Skóciában volt, de szerintem az volt máig is a legnehezebb, amit valaha összeraktak, és az ilyen Death Race színvonal volt. Amúgy ott ki is buktam már az elején, mert a navigálás, a térképolvasás az nem igazán sikerült. Ott a 80-valahány indulóból 40-en kibuktak az elején, 39-en talán, akik már a teszteken nem mentek át. És utána megjött 3 nap szakadó eső, és ez nagyon nehéz volt. Tehát ott tényleg nagyon megszenvedtek az emberek, 15-6-an fejezték be csak. És ez tényleg egy komoly verseny volt. Meg ott nem voltak olyan, tehát most már valamilyen szinten könnyebbek ezek, jobban fel lehet készülni, milyen táskát hogy, meg vízhatlan. Ott igazából mehettél, amit akartál, de old meg, hogy ez vízhatlan legyen, nem volt annyira kiárva segít, nem volt annyi segítség, mint most van. Én is amúgy belegondolva, amilyen cuccom volt, simán kibuktam volna a víztesztem, mert átázott volna mindenem, tehát úgyhogy az úgy fájt egy kicsit, de viszont volt egy olyan B verzió, ami máig egyedülálló, hogy mivel nagyon sokan kibuktak, akkor még Joe is aztán eljött a Skóciába, sőt, biztos eljött, mert én vitatkoztam vele, hogy kiállítottak a navigáláson, és nem adtak még egy esélyt, és más, valakinek adtak, valakinek nem, és én nem nagyon tetszett, hogy ez így fair volt, nem éreztem annak, hogy fair, és akkor utána aztán rájuk hagytam az egészet. Várjál, kapcsolok villanyt egy kicsit, lehet Igen, jobb. mert már egyre jobban kezdesz elmosódni. Ja. Na, hát így, De hallod most már már, jobb igen, akkor. már csak egy ilyen kísértet volt. A Ja. vége felé. Nem. Tökéletes így. Na, szóval aztán voltunk Skóciában, és akkor ugye a sok kiesettnek, mert nagyon sokan kiestek, és befizettük a nevezést, meg kimentünk, akkor felajánlották, hogy párhuzamos az Agógival lesz ugyanolyan 3 napos eseményszerű, de nem olyan kemény próba, ugyanúgy túrázunk, menetelünk, cipelünk, de amúgy túra volt, és bejártuk a Sky-szigetet, és a finishünk ugyanúgy ott volt, mint ahol ők egy whisky gyárban amúgy, a Talisker whisky gyárnál volt a finish nekik, ők valami tavaly jöttek át, Isten tudja honnan kerültek elő, de elég szarul néztek ki, mi kicsit egyszerűbben, de mi is híd alatt aludtunk meg szakadó esőbe kint, tehát Igen, majd azt szeretném, hogy egy ilyen dead race-t elmesélsz nekünk onnantól kezdve, hogy regisztrálsz, és hogy mi a majd, ja, következő. majd jó. Na, és akkor ezt neveztük anógénak. Mert a no-ból, ugye, hogy nem agógi, hanem no, tehát a kibukottak, de a lényeg az volt, hogy másnap 4-kor kellett indulnunk, és szakadt az eső, és elindultunk 25-en, és 80 fejeztük be. Tehát ezt a kis semmi túrát is, tehát egyszerűen feladták az emberek, mert hogy minek ázon szar rá, semmiért. És itt talán ez volt a lényeg, hogy nem a medál meg a póló volt a lényeg, hanem hogy végigcsinálod annak ellenére, hogy te egy kudarcból jöttél, hogy igazából kibuktál, és ezt milliószor elmondták, amikor elindulsz, hogy jól figyelj, te elbuktál, te itt nem nyersz már semmit, hiába jössz végig velünk 60 órát, ezen az anógin, vagy ezt mi neveztük mint, tehát ezen a mellékversenyen, vagy nem tudom micsodán, te semmit nem fogsz kapni. Ha akarsz, hazamehetsz így, hogy üres kézzel csalódva vagy, jössz egy csapattal, aztán elpoénkodtok esetleg, vagy mit tudom én, valamit kitalálunk. És 80 fejeztük be, mert többen a szakadó, tényleg esett az eső, és akkor hát most minek ázom el a semmiért. És mi megcsináltuk, és igazából megérte, és hát megvolt, hogy miért, mert a Joe felajánlott ennek a 8 embernek, hogy ingyen mehet a következőre. És ezt tudtuk, hogy ez Izland volt. Tehát mi nekünk tényleg megígérte, és nem hittük, hogy betartja, de betartotta, és kaptunk mi 80 kódot, és igazából hát úgy, a verseny regisztrációt azt megkaptuk.
De Izlandon volt dead race, vagy agó, vagy mi volt? Volt. Úristen. 17 decemberében. Tehát ugyanabban az évben. Amikor volt a verseny, 24 órás, nem? Vagy akkor még nem? Nem, az 18-ban volt. Igen, azért az 18-19, igen, tényleg. 17-ben volt. 17-ben volt a Skóciában, augusztusban, és decemberben meg Izlandon, abban az évben. Tehát ez a kettő verseny volt. Mert Húha. korábban meg Amerikába tartották mind a kettőt. Tehát eddig Amerikában volt, illetve volt Japánban, meg Kínában. A Japán az nagyon jó volt. Arról bánom, hogy nem tudtam, de ott lesz, arra mindenképp elmegyek. A kultúra miatt is az nagyon jó volt a Japán. Jó lehetett. Meg az is egy extrém volt, tehát extrém hosszúra sikerült. Na mindegy, tehát aztán utána jött Izland, és akkor mondtam, hogy én be akarom fejezni, és akkor legyek már én az első magyar, aki ezt megcsinálja. És nem hagytam fel, azért is mentem a sziget, mert ez volt a következő, ugye, tehát meg volt mindenem, amit a Spartanon belül minden típusú versenyt el lehetett érni, vagy meg teljesíteni, azt teljesítettem 16-ban, úgy akkor volt, azt hiszem az Ultra is volt már, és akkor azon is voltam, és akkor hát maradt az Agói, vagy a Death Race éppen nem volt akkor, azt hiszem 15-ben megszüntették valamilyen oknál fogva, és 3 évig, 18-ig nem is volt. Tehát akkor az Igen, mert Agói. még a Jósikától, a német Igen, Jósikától aha. hallottam, tudod, Az Kokoli. Elvis, pontosan, ő volt rajta 15-be. Igen, ő Ő egy volt. legenda, kávé. És akkor utána Igen. senki semmit nem hallott, hogy ez most van, nincs, mi van ezzel. Nem volt, tehát 16-17-ben nem volt. És akkor az Agói volt a csúcs, a Spartanon belül, és akkor mondanak, akkor be kéne fejezni már az egész sorozatot, ha már elkezdtem. És akkor ugye Skóciába elbuktam, de 17-ben Izlandra akkor nevezésre visszamentem. És azért is volt jó, hogy gyanítottuk, hogy az időpontokat nézve, hogy akkor volt az első BB, ez a 24 órás világbajnokság, és hogy akkor azon is részt fogunk venni valószínű, és ez nekem megint mind nulla sportolóként egy világbajnokságon elindulni, csak részt venni, az is már bőven elég volt. Úgyhogy mentem, csináltam, készültem rá, akkor már tudtam, hogy akkor se volt még ez, hogy ilyen táskát vegyél, hanem old meg, hogy tudod úgy leszigetelni tudsz, hogy ne legyen vizes, mert az tényleg kibukó volt ott, hogyha ugye hidegbe, sötétbe, tehát ott, ha vizes a cuccod, akkor megfagy, hadszergó, kiállítanak egyből. Úgyhogy itthon zuhany alatt teszteltem a ruhámat, beálltam, zuhanyoztam ruhába, hogy beázik-e vagy sem. És akkor végig sikerült úgy felkészülni, és azt mondom, a teszteken átmegyek az elsőn, a navigáláson, a vízteszten, akkor már szerintem meg fogom csinálni. De És végig sikerült. milyen a vízteszt? Ez már nem az, hogy beázik-e a ruhád, ez a A vízteszt. táska. Aha. A táska, tehát le kellett dobni, ugye decemberben volt Izland, sötét, meg hideg is viszonylag, és akkor volt valami tó, és akkor álljál be, aztán vidd be a cuccodat, aztán üljél rá, vagy bedob, sőt, dobd be a tóba. Dobd be a tóba, kicsit nyomkod le, és akkor utána kipakoltatták mindenkivel, és akinek vizes volt valamelyik olyan ruhája, ami életmentő lehet, egy pulóver, akkor az ki is esett, és volt, aki kiesett ott, mert nem tudom, van ezek a ciplok, tasakok, és mit abba rakta a pólóját, de beázott neki, nem zárt jól. Vagy csak egy sikú volt, és nem kettő zár, és akkor befolyt egy pár csepp víz. Vagy például erről nagyon jó volt, ez volt a WC papír, ezt nézték meg, ugye az minden vizet fölvesz. És ha az elázott, vagy bármi, akkor ott kibukott mindenki. Nekem is az benne volt egy ilyen ciplokos táska, meg még drybackben is benne volt, duplán volt direkt, hogy véletlenül is legyen vizes, meg a pulóverem is. Tehát itt ezt nem mondták meg, hogy hogyan kell csinálni, meg hogyan, mint mostani, hanem ott nekünk kellett ezt kiállni, és zsákot, volt egy nylon, egy vastagabb, ilyen 100-150 mikronos nylon zsákot húztam még a hátizsákba belőle, és abba voltak a cuccaim, az be volt kötve, és akkor úgy sikerült úgymond átvészni, utána ki kellett borogatni mindenkinek a táskáját, és megnézték, hogy mi vizes benne. És akkor utána indultunk el, vittünk valami ilyen fém, nem tudom, ilyen üstbe, valamibe vittünk egy tüzet az egész agóg alatt, és azt kellett életben tartani, úgymond fát szerezni hozzá, de levittek ott barlangba, levittek a jég alá minket, olyan helyre nem is lehet bejárni, nem is tudom, hogy találták, hogy honnan szedték azt a helyet, és akkor levittek barlangba, ott levetkőztettek minket, itt alsógatyára, aztán követ cipelni lent, utána meg találj ki a barlangból, hogy hol a kijárata, nem mondták meg. Ja, és amikor persze levetted ruhádat, akkor mi lehet, hogy te egy helyről, meg szétdobálták az egészet, aztán találd meg a saját cuccaidat, és akkor öltöz fel. Cipőt is le kellett venni, mindent. Tessék? Cipőt is.
Cipőt, mindent, alsó neműig értelemszerűen. Hát nőknek ugye melltartó bugyi, férfiaknak alsógatja. Tehát minden, zokni, mindent levenni, és abba lenne a barlangba, és akkor utána meg szétrugdosták a cuccaidat, és akkor utána meg keresd meg. Voltak nők amúgy, meg Voltak, hogy teljesítették. ne voltak. Voltak. Voltak, és teljesítették is. Tehát voltak, akik teljesítették. És akkor lementünk egy vízötti barlangba, aztán utána volt, hogy vízbe kellett menni, és akkor mondta a srác, aki vitt minket, hogy hát, mit tudom, ha ő bemegy 15 percre, akkor nekik is be kell jönni, és akkor azt nem gondoltuk, hogy az forró vizes folyó volt Izlandon. Aha, igen. De az nem olyan jó, amikor át vagy falva, mit tudom, 20-25 óra után, és belemész egy forró vízbe, az nem esik olyan jól, mert éget. Igen, az a És baj. utána öltöz fel, valamennyit törölköz meg, ha meg tudsz egyáltalán, mert törölköző azért nem nagyon volt nálunk. És utána mentél tovább megint a hidegbe, aztán amikor beértünk a VB helyszínére, mert mint kiderült, akkor ugye az agónak az volt a lényege, hogy volt 40 óra, és utána még mindenkünk is teljesíteni kellett a VB 24 óráját, és azzal fejeződött be, hogy hát még utána egy óra. De pont akkor 2017-ben fölöttetek ment a... Igen, az északi fény, sarki fény, Igen. igen. Mert De én az is. amikor voltam 18-ban, akkor mi nem láttunk semmit, sajnos. Egyébként ez volt egyik, hogy 17-ben volt, és csak azok látták, akik 17-ben voltak, mert 18-ban se volt, aztán meg 12 később, Svédországban se. Tehát Igen. ez megint az, hogy a kezdők szerencséje volt, hogy akik először elmentek, bevállalták, ha nem tudjuk mit, mert az volt az első, akkor azoknak volt ebben is részük. Tehát ott aztán, amikor beértünk, hogy a verseny előtt a kezdődött volna 24, akkor persze megjelent Joe, és akkor megint levetkőzni és be a hideg vízbe, de tényleg a jeges vízbe be, és akkor mindenkinek mondta, hogy 20 másodperc, aki nem, akkor víz alá teljesen, aki feljön, akkor még egyszer addig, amíg mindenki le nem merül, és akkor utána ki mindenki, gyorsan burpee, meg ne fagyjál, és akkor utána mehettünk be, átöltözni, és akkor indulása 24 óra, ugyanúgy, mint a többieknek. Ugyanaz volt a szint, a minimum szintet kellett teljesíteni, de itt Jó, is csak az. azt már várjál, miért van bennem az, hogy állandóan az Elite Challenge-el akarom összehasonlítani a Dead Race-t, hogy nem bakancsba kellett csinálni a Dead Race-nek, hanem ugyanúgy futócipőben, és utána a 24 órát is futócipőben csináltatok, nem ilyen katonai bakancsban, igaz? Nem, bakancsba kellett, mert átfagyott volna a lábunk. Tehát meg volt írva, hogy milyen bakancsal engednek be, tehát megadták a típust, és valami ahhoz hasonlót, hogy a hóba fagyba ne fagyjanak le a lábai. Tehát én is vittem cipőt is, csak mivel az első körben olyan vihar volt, olyan jeges eső volt, aztán a pályát is módosították az első kör után, hogy szétázott mindenem, úgyhogy vissza a bakancs, és végül is bakancsba, nagyon sokan bakancsba jártuk végig. Végén már én sem futottam, tehát utolsó körre már úgy mentünk ki, hogy mit tudom, mondtuk, hogy hány óránk van, ugye délig kellett azt hiszem beérnünk, és az egész agó csapat, aki benn maradt, azok együtt teljesítették, mint olyan 11 az utolsó kört. De ott már fájt mindenkinek mindene, tehát. És akkor beértünk, és akkor nekünk még volt egy óra, még ilyen ceremóniaszerű, és az nagyon jó dolog volt, hogy sikerült, tehát az nagyon nagy dolog volt számomra, és mondtam, hogy akkor itt hagyom abba, mert ez volt a cél, hogy ugye végigjárjam a teljes palettát, úgymond a Spartannak, és akkor és aztán még se lett vége, tehát akkor jöttek az ultrafutások, abba egy kicsit, meg akkor önkénteskedtem is, ugye magyar versenyeken szinte mindig önkénteskedtem, mert egyedül után Tokajba indultam, a szuperen, meg a Eplényi szuperen indultam, a többit meg önkéntes voltam, itt olyan 10-10 párszor önkéntes, simán a futásoknál. Általában a regisztrációba kértem magam, hogy a nyelvek miatt angol németet tudjam használni, meg szemetet szedtem, pakoltam, tehát ilyenek, aztán utána hajnival beszélgettem többet, és akkor jött ez a HH-s dolog, és akkor neki segítettem, inkább nem a futásokra, hanem abban a szervezés előkészítésben, amit tudtam, és akkor így lett az, hogy a hajnival többet dolgoztam így az utóbbi években. Aztán volt lehetőség, hogy ez a kriptériát végigvigyem, vagy esetleg segítsek úgy tényleg effektív Spartannak dolgozni, de jelen munkám mellett én azt nem tudtam vállalni, hogy az rengeteg meeting, meg a pályabejárás, tehát az, hogy a hajnak érdemben tudjak segíteni, és nem csak az, hogy ott a napon, hanem előzményekben az több kellett volna, és ezt nem tudtam vállalni, és azt mondtam, hogy akkor inkább nem is csinálom. Tehát ha kell önkéntes a hajnak, vagy segítség, ha szól,
vagy azt mondom, hogy figyelj, elmegyek, segítek, ha tud valamit adni, akkor szívesen, ha nem, akkor meg nem, de így komolyabb szinten ez így nem, ja, nem tudtam vállalni, és én nem is csinálom azóta. Tehát ez idén volt, azt hiszem, idén év elején. Úgyhogy maradtak a futások, ugye, meg hát volt ez a Namíbia, amin voltam még, ez azért, mert ez érdekes helyszín, tehát megint nem is az, hogy ahol, hanem egy az, hogy voltam egy télin Izlandon, akkor most elmegyek egy nyárira, mert még miért az nem. A Mongólia is gyönyörű lehem, úristen. Az még jó lehetett, igen, meg az nehéz, tehát a Mongólia, tehát az is egy keményebb verseny lehetett. Namíbia az nem volt, hát most hülyén hangzik, nem volt annyira vészesen nehéz, rengeteget futtattak minket, aki tudott futni, meg jó bírta a túrázást, az, annak nem volt nehéz, de összehasonlítva egy korábbi, amikor tehát a szkóciai az nagyon nehéz volt, egy mongólia is lehet nehezebb volt, bár nem voltam ott, de ezek keményebbek, aztán, hogy most milyen lesz, majd kiderül. Feladatok miatt kemény, vagy a mentális törések miatt kemény, vagy pedig azért, mert hogy mit tudom én, Skóciában is szakadt az eső, Izlandon is. A körülmények inkább. Tehát most Skóciában az tényleg nagyon nehéz, az eső miatt, az idő miatt nem tudtak pihenni, szét voltak ázva, nehéz feladatok voltak. Namíbiában azért nem volt annyira szigorú szerintem. Izlandon, aki nem bírja a sötétséget, annak lehetett frusztrálás, vagy a barlang, a föld alatt lenni. Aki ezeket nem bírta, annak azért lehetett nehezebb. Úgyhogy, hát mondom, meglátjuk, milyen lesz most mit tanulnak ki Abu Dhabiba, ott ugye nincs víz, ott nem biztos, hogy ez a vízhatlan teszt kell, nem biztos, hogy kell navigálási készség sem, mert a homokdűnék között nem tud, mi ez navigált, és ja, lehetne, hát jelentős, és megadnak koordinátákat, és akkor találj oda, előfordulhat, majd meglátjuk, hogy mik lesznek a feladatok. Úgyhogy, tehát itt Namíbia az azért, mert különleges helyszín, nem voltam ott sem még, meg milyen lehet egy Namíbia. Úgyhogy oda meg igazából azért is mentem el, mert más volt. És ilyenkor amúgy, amikor kiutazol egy ilyenre, maradsz utána megnézni még a tájat, vagy jössz? Egyedül voltam, nem maradtam. Tehát Namíbiában kimondottan a versenyre mentem csak ki, mert készültem egy 20-ba egy másikra, ami fontosabb volt nekem. Egy ultrafutás, ez célom volt, hogy egy 100 mérföldeset tudjak valaha az életembe teljesíteni telefutáson, és több éve néztem már a Tarawera ultramaratont, ez Új-Zélandon van, és mivel közel áll hozzám Új-Zéland, azt mondtam magamnak, hogy én ott szeretném teljesíteni ezt, hogy ott sikerüljön ez a 100 mérföld, illetve ez nem egy nagyon nehéz verseny, mert nem volt olyan sok szint, ilyen 5600-700 méter volt benne, ez egy 165 kilométeres versenyen annyira nem számít soknak, de annyira szép helyen van, hogy meg az ország miatt, hogy csak sikerülhet, mégiscsak szeretem, meg szívesen megyek, akkor ott akarom, hogy ez a siker is ott legyen meg nekem. És ez volt a legfontosabb, hogy ez a 20-as verseny. Tehát akkor most Namíbia az oké, a verseny, de inkább ez akkor már az Új-Zéland volt. Ezt már mondom, több éve kinéztem, csak azt mondtam, hogy akkor most meg kell próbálni. Igazából gondolom ezt, hogy csak a 100 kilométeresre megyek, mert van egy 100 kilométeres is, de mondom, ha már úgy legyen kövér, akkor legyen a 100 mérföld, és akkor Új-Zéland legyen az az ország, ahol teljesítem. Úgyhogy és voltál is tavaly? Voltam tavaly, úgyhogy sikerült is. Meg volt egy jó ember, meglátogattam azt az embert, aki engem ott annó felkarolt, illetve munkát, munkalehetőségetben segített, illetve még munkavizumot is ajánlottak volna a cégnél, de akkor visszamondtam, úgymond, tehát hazajöttem 2006-ba, még akkor kimaradhattam volna. Tehát támogatott volna a cég. Most már sokkal nehezebb kijutni. Most koromnál fogva még nem annyira késő, tapasztalatom az előnyt jelent, a munkatapasztalat, de olyan tudásom van, ami oda nem nagyon kell, ezért nem nagyon támogatják az én vízumkérelmemet, vagy támogatnák. Tehát ha egy orvos, ápoló lennék, vagy nem tudom, valami sport területén dolgoznék, valami tanár, IT-s, ezek nagyon kellenek oda, de az én gazdasági, műszaki tudásom az sajnos annyira nem. Nem egy ipari ország, úgyhogy az autógyártás és ezek a technológiák ott annyira nem hasznosak. Úgyhogy sajnos ez így nehezebb, de mindegy, őt meglátogattam, ott aztán utána még elmentem Polinéziába, hogy úgymond megjutalmazni ezt a sikert, aztán de a verseny is úgy volt, hogy
egy srácnak segítettem, mert éjjel volt, és úgy lefejelt egy faágat, hogy megszédült, és ugye sportásat még nem lehet ott hagyni, és a két pont között, mint éppen, hogy elindultunk, és mit én adtam ott az egyik botomat neki, hogy tudjon menni vele, és akkor amíg a következő állomásig kísértem, ahol mondtam, hogy ővel ez történt, vagy le is lett, azt hiszem leadták a drótot, hogy menni fog, és akkor elkísértem, és akkor ő ott fel is adta, nem engedték tovább, emiatt megszédült eléggé. Tehát ez is tőlem időt vett el, de igazából be tudtam fejezni, de sokkal jobb volt így, hogy akkor így segítettem, aztán végigküzdöttem a magam kis harcát, az, hogy egyáltalán végigérjek, mert az elég nehéz volt. Nem gondoltam volna, hogy ennyire megvis, ennyire nehezen fog menni. Az első, mint a 104-5 kilométer nagyon jó idővel sikerült, azt utána arra, hogy... Egy mérföld, ez egy 165 vagy 4, vagy hány kilométer? 1,66 kilométer. 160 akkor. Tehát ez ilyen 101-2 mérföld volt egész pontosan, tehát 165 kilométer volt, de volt benne egy másfél kilométeres szakasz, amikor egy tavon vittek át, tehát úgy folytatott az út, hogy 7 tavat kerültünk meg, és akkor valamelyik négy volt egy szakasz, amin átvittek csónakkal, és akkor utána kellett tovább futni. De jó! Egy csónakkal! Hát ezek akkora élmények, zseniális. Nagyon szép helyen van, tehát ilyen pálmás erdőbe, nagyon-nagyon szép hely, tehát ajánlítom, tényleg nagyon jó verseny. Milyen nagyon jó szervezés. Elmére meg a mentalitásra rákérdezik, utána hol voltál Polinéziában? Bora Borán, vagy Tahitin, vagy hova mentél? Mind a kettőn, igen, ott. Tahitin, meg Bora Borán. Úgyhogy, igen, ez a két. Ez annó 2006-ban, amikor voltam Újzenna, akkor azért mentem ki, hogy én valaki néztem, hogy Bora Borát látni akarom az életembe, és azért dolgoztam kint, tehát amikor kint voltam, az a fél év munka az arra kellett, hogy én utána 3 hét alatt azt el is utazzam. Tehát nem abszolút nem a pénzért ment az egész. Tehát azt hiszem, ami 400 dollárra jöttem haza onnan, a többit azt elutaztam. De volt, akkor voltam Ausztráliában, voltam az Uluru-nál, az Ayers Rock-nál, ott a sivatagban. Aztán onnan mentem Tahiti-re, ott mondjuk csak egy napot voltam akkor, aztán Bora Borán voltam 3-ot, körbe bicikliztem, felmásztam fentről, voltam cápát etetni ott a öbölbe, és akkor hazafelé meg úgy ment a gép, hogy Tájván, Tájföld és úgy Bécs, és akkor mindegyik helyen kiszálltam, és mindegyik helyen megnéztem Tájpejt, megnéztem Bangkokot, és úgy jöttem haza. Tehát ez 2006-ban volt. És akkor, ja nem, hogyan volt? De 2006-ban volt, ez 2006-ban volt. És akkor utána jött az, hogy elkezdtem hogy Kínába dolgozni, és akkor onnan elmentem, olyan volt a tulajdonos a cégnek, és ezt mondtam az elején, hogy mondjuk, hogy én utazni szeretnék, azért is jöttem erre a munkára, hogy amikor Kínába voltam, nem jöttem haza, hanem a szabadságomat ott vettem ki, és Kínából repültem tovább Japánba, mert olcsóbb volt nekem, csak Kínából kellett Japánba megvenni a Hongkongból a repjegyet, az olcsóbb, mint Budapest, tehát meg így mentem Új-Zélandra is, hogy nem jöttem haza, hanem egy hónap szabi, ott leadtam a munkát, a gépet, és akkor onnantól Hongkongból vettem egy jegyet, és ez nekem így olcsóbb is volt. És így voltál Fidzsin is. Nem, Fidzsin azt az első új-zélandi út után voltam, ott mondtam, hogy akkor még nem tudtam, hogy én vissza fogok menni ennyiszer, de mondtam, ha ott vagyok, akkor szeretnék egy igazi trópusi szigetet látni, és Fidzsi az kb. Nekik olyan, mint nekünk Horvátország, olyan árban van, tehát fillérekére el lehetett repülni Új-Zélandról Fidzsire, és akkor ott voltam 3 napot egy szigeten, a Mananavi szigeten, azt mit tudom én, körbe sétálgattam párszor, körbefényképeztem, felmásztam, fürödtem, és akkor tök jó volt, hogy voltam egy ilyen pálmafás, egy igazi trópus szigeten, meg voltam egy fél napos, egy napos hajóúton, az a Jásáva szigeteknél, ezeket érintette a hajóút, és ott lehetett így körbehajókázni, körbenézni. Tehát a rövid időből, amit ott töltöttem, meg rászántam, meg amennyi keretem volt rá, így láttam a legtöbbet az a Fidzsi szigetekből. Persze van millió egy sziget ott, de hát most erre tellett. Most az, hogy egy 35. homokos tengerpartú szigetet megnézek, annak nem ad akkora élményt, mint az, hogy esetleg voltam egyen, azt nagyon megnéztem, az jó volt, és akkor ott pihentem, és akkor utána még láttam más jellegű szigeteket is. De csak azért, hogy mindenhol lehető csak egy-egy napot, az nekem már nem adott annyit. Akár volt ez így Amerikában is, hogy főiskola után kimehettem ilyen J1-es tanuló munkavizummal, ez ilyen főiskola egyetemistáknak volt lehetőség, és akkor ott ilyen úszómester voltam,
egy ilyen lakóparkban volt egy medence, és azt tartottuk karban így négyen, volt két horvát gyerek, egy kolumbiai, egy ekvádori, meg én, jelen öten voltunk akkor. Egyik srácot közben elvitték egy másik, másik városba, és akkor ott dolgoztunk 3 hónapot, és utána volt lehetőségünk még utazni, és akkor volt az, hogy vettem egy buszjegyet, és egyszerűen átmentem keleti partra New Yorkból, átmentem Hollywoodba. Tehát a busszal átmenni az 5000 kilométer buszon, így láttam a legtöbbet, átmentem 10-valahány államon, minden éjszakánként, vagy valahol megállt a busz egy-egy órára, kimentem, körbenéztem, ott lakott, vagy ott lakik kint a unokatesóm, ők fogadtak annó, ez 2003-ban volt, és akkor ott voltam pár napot Kaliforniában, a Venice Beach-en, ugye a B-vacsot forgatták, ez nagyon, nagyon szép tengerpart, Santa Monica, és akkor vissza, meg Hollywoodban voltam, ugye, és aztán utána meg visszajöttem szintén busszal New Yorkba, ugye más útvonalon ment a busz, és akkor még több államot láttam, még több városon átmentem, mint Arizonán, a Sivatagon át. Tehát ez is az volt, hogy szűk keretem volt, ennyit szántam rá, most mint nem tudom, $100 volt talán a retur buszjegyem annak idején, és akkor így is mégis beálltam egy 10.000 kilométeres utat, meg még amúgy főiskolán is még nem fejeztem be, tehát voltak elhalasztott vizsgáim, valamit előre hoztam, valamit meg utána haza kellett érnem, tehát nem nagyon maradhattam volna kint, illetve mivel minden megtakarításom, amit a 4 év alatt diákként dolgoztam, elment erre az útra, mert ezt én hát fizettem. Igen, de én mindig úgy vagyok ezekkel, hogy de ezt nem veszi el tőled senki. Pontosan. Én például mindig úgy vagyok a dolgokkal, hogy én az olyan dolgokat szeretem gyűjteni, persze én is veszek laptopot, meg ilyen hülye csetrecéket, meg mit tudom én, de én az olyan dolgokat szeretem gyűjteni, amit vagy meg kell, hogy halljak, vagy meg kell, hogy öljenek azzal, hogy elvegyék tőlem. De akkor sem tudják elvenni igazából. Ha nyelvet akkor sem tudják elvenni. Képességeket tanulok, ha zenélni tanulok, ha látok dolgokat, tehát hogyha ilyen tapasztalásokat, életérzéseket szerzek, azt nem tudja elvenni tőlem senki, mint nyilván a megtanult dolgokat sem. És hogy ezeket... Hát meg az élményeket, ezek örök értékek, meg örökre. Tehát most nekem is lehetne mindig a legújabb telefonom, de fél év múlva már semmit nem ér, és nem ért annyit az egész. Tehát az utazási élmények, ezek a kalandok, ezek örök élmények, és soha nem veszítenek az értékükből. Sőt, szerintem igazából az idő folyamán egyre értékesebbek lesznek. Igen, amúgy nagyon is, abszolút. Úgyhogy az, hogy Amerikában így jártam, meg az a pénz, amit diákként megdolgoztam, az elment erre, mert anyukám akkor sem tudott támogatni, ugye nem volt pénzünk, 3-an vagyunk tesók, úgyhogy elváltak, egyedül neveltek, és nagyon jó, hogy erre elköltöttem, meg haza is hoztam a pénzt, tehát az életkezdésem azért megvolt. És akkor de utáni... annyira, annyira jó amúgy. Tudom, hogy kicsit elkanyarodtunk a Dead Race-től, de annyira jó hallgatni téged, mert ahogy elkezdted az egészet mondani, hogy ti azért nem az volt, hogy így alád lett rakva minden, hanem még azért... Nem, ez mind saját, erőből van. Azért kellett dolgoznod, hogy még te is segítettél a szüleidnek, hogy onnan kezdted, hogy egyáltalán még kb. Lélegezni elég tudtam, egy kis madárka voltál, tehát ilyen gyengécske, meg mit tudom én, és akkor ahhoz képest te vagy basszus Magyarországon az, aki teljesítette nem egy Dead Race-t kb., meg az összes ilyet. Szóval, hogy bejártad Polinéziát, más ember csak kiragasztja a falára, hogy egyszer szeretnék eljutni Bora Borára, de soha nem jut el. És hogy te jártál ott nem egyszer, és hogy ezek a dolgok nem elérhetetlen dolgok. Nem, az abszolút nem, az csak mérlegen, ki kell tűzni, hogy csináld meg, valamit valamiért, most nem iszok, nem bulizok nagyon, nekem ez a szabadság, tehát erre viszont nagyon sokat költek. Érdekes, mert valamint nagyon ilyen hát hülyén, egy szarrágó csóringer vagyok, pedig nem kéne, de vannak olyan dolgok, amire viszont nagyon sokat költök, és bármit megteszek. Tehát ez a új-zélandi 100 mérföld, de amúgy minden utamról naplót írok, tehát több száz oldalam van az elmúlt 15 évről. És mikor olvashatjuk? Nem, ezt nem. Tehát ezt nem teszem, ez magamnak szól, ez az én élet utam lesz, úgymond, és az, hogyha majd egyszer nem emlékszek rájuk, mert most is úgy, hát Amerikáról nincs, mert akkor még nem volt laptopom, mert azt hiszem 5-be vettem, és a második új-zélandi utamtól, tehát 2006 elejétől minden utamról napló van írva, meg versenyekről is, ami olyan, ami különleges, hogy jutottam el, mit hogyan intéztem, mert olyan infók, főleg ezek az Új-Zélandról annyi minden le van írva, hogyha kell, hogy mit hogyan intézzek, akkor vissza tudom olvasni, hogy én ezt annól hogy csináltam, milyen hivatalt keresek, mire kell figyelnem, tehát ilyen hasznos infók is benne vannak.
meg egyéb jegyzetek, amik tényleg hasznosak, illetve az, hogy melyik nap mit csináltam, merre jártam, milyen problémáim lettek, hogy oldottam meg. Úgyhogy meg van mit a 50 ezer fényképem, körülbelül egyszer megszámoltam, körülbelül mennyi képen van az utakról. És tényleg, ami képek vannak, tehát mondasz, hogy kiragasztva valaki, nekem mindig a sajátjaim vannak. Tehát ami van, az mindig az enyém. Én csináltam, nem a legprofi, nem vagyok profi fotós, de én ezt ilyennek láttam, meg amúgy ezek a nagyon jó modern kamerák, ezek olyan képet csinálnak, ami nem a valóság, mert olyan szűrőket, olyan módosításokat, ugye szoftverek vezérlik ezeket, szoftverek rakják össze a képet a nyersanyagból, de a te szemed, a te agyad az nem olyannak látja, mint amit az a szoftver összerak. Tehát én azt fényképezem, amit látok, és nekem a képeim olyanok, amilyennek én láttam a saját szememmel, és mint ha valami nem tűéles, mert egy fényképező meg tudja csinálni, de az én szemem nem látja tűélesen. Én azt, ha homályosan látom, akkor képen is homályos lesz. És én ezt így szeretem, mert én ezt láttam. Én ilyennek láttam azt a világot, és nem annak, amit egy profi fényképezőgép szoftverek segítségével saját maga úgy visszaad nekem. Vagy a szűrők például, ezek. Tehát ez is tényleg egy művészet, ez a fotózás, de én a valóságot, én ezt a valóságot szeretem, mert én ezt láttam. És ez legyen meg nekem a képeken is, nem Én is pedig az, hiszem, amit... hogy így vagyok, mert hogy Balin is, ami most nekem a profilképem is, meg a mi ez, cover fotó, az is, ez a no filter, tehát nincs rajta semmi, hogy most ide húztam a színt, meg oda, hogy jobb legyen. És az, amikor én először láttam ilyet Görögország, hogy Jézusom, tényleg van ilyen színű tenger? Úristen, akkor így igen, meg ez a fehér kapottam a vizet, és igen. Így, én mindig megnyalom a tengert, ha találkozok is vele, meg ha elbúcsúzok is, tényleg imádom valahogy így, muszáj magamévá tegyen valahogy, és így úristen, annyira megható, amikor ilyen szépséget látsz, hogy nem hiszed el, hogy a természet hogy tud ennyire tökéletes csodát létrehozni. Ezért kéne vigyáznunk rá, tehát jobban. És ezért van az, hogy én is az vagyok, hogy nagyon, rengetegszer, hát nem rengetegszer, ez nem igaz, de többször észrevek ilyen szemétszedési akció, hogy Győrbe is vannak ilyen önkéntesek, én egyszer-egyszer elmegyek erdőkbe, vagy futásnál, amikor vége felé vagy összeszedem, hogy talán műanyag, tehát ilyen apróbb dolgok, hogy valamit jobbá teszem, vagy próbálom, hogy annyira nálunk is vannak szép helyek, és próbálni megtartani ilyen szépnek. Na mindegy, tehát utazás, igen, ez az életem. De még annyi ez Új-Zéland, hogy mennyire kalandos volt, ugye ez a Covid előtt volt, vagy hát már volt Covid 2020-ban. 2020-ban már bőve, igen, már vége bőve volt a nem tudom hanyadik hullám. Attól kezdtem, amúgy a Namíbiától tettem függővé az indulást, és mondtam, hogy ha sikerül a Namíbia, akkor elmegyek Új-Zélandra is, mert akkor miért ne. És sikerült, és meg volt a nevezésem, meg volt a vonat, vagy a repjegyem, de az Kínán átment. És az indulás előtti éjszaka... Guánon át! Nem. És Kínán átment, és én mikor február, nem tudom, harmadikán, egy hétfői napon indultam, és vasárnap tették közzé Új-Zélandon, hogy nem fogadnak repülőgépet Kínán át. És nekem ott volt a jegyem, és akkor eldönthettem, hogy vagy itthon maradok, vagy azonnal keresek egy másik jegyet, tök mindegy mennyibe kerül, de én elmegyek arra a versenyre. És... ez volt az a verseny, amivel mondom, hogy nem, ez nem ér annyit, és nekem akármennyibe kerül, én elmegyek arra a versenyre, és vasárnap, tehát az indulás előtti napon éppen találtam egy Emirates-es járatot, és amivel jóval drágábban, majdnem duplájáért, de elmentem mégis, és ott, mert fontos volt, hogy mikor érek oda, mert pihenő kell azért egy 30 órás verseny előtt, tehát nem érkezhettem sokkal később, úgyhogy nem, elég be volt korlátozva. De akkor is mindegy, és nem érdekelt, mennyibe kerül, és megvettem azt a jegyet, és elmentem. De aztán még kezdődött a másik, volt szállásom is. A reptéren az Ausztráliába vártam az átszállásra, ott kiderült, hogy nincs szállásom, mert hogy nem az én nevem, rosszul foglalta. Tehát én nekem megvagott a visszaigazásom, de szólt vissza, hogy bocs, az a szoba mégis foglalt. Úgyhogy gyorsan, mielőtt odaértem, még volt 3 órám, kb. Annyi az út, akkor keresnem kellett szállást, hogy legyen hova mennem pihenni azért, hogy odérek. De úgy jobbat találtam, mert kb. 1 kilométerre volt a verseny indulás, vagy a céltól, tehát nem is jártam rosszabbul, a másik az kiebb esett. De aztán okay. volt olyan, hogy... És a régi repjegyedet, azt a repjegyedet, ami Kínán keresztül... Visszakaptam. Jó. Visszakaptam. Tehát azt teljes egészében visszakaptam, csak később, de akkor is ott meg kellett mennem egy új repjegyet pár órával az indulás előtt, hogyha akartam menni. Amúgy annyira rendesek voltak a szervezők, hogy ezt figyelembe véve, mert tudták, bárkinek visszaadták a teljes nevezési díjat, tehát mindenféle ok nélkül,
Csak hogy nekem még tovább volt foglalva, akkor meg volt már a Tahiti Bora Bora jegyem is, és én nagyon sokat buktam volna. És akkor gondolkodtam, hogy vagy elbukom azt is, mert azt nem adják vissza, vagy akkor veszek egy drágább jegyet, és akkor ennyibe került az utam, és ugye elmentem végül is. Aztán volt olyan, hogy a verseny előtt este, mint leraktam az autót olyan helyen, ahol lehetett ingyen parkolni, és a verseny előtt nem is tudom, pénteken volt talán, megnézem, hogy na, az indul az autó, és nem indult az autó, mert lemerült az aksi benne. Tehát ha azt nem nézem meg péntek este, akkor szombat hajnalban, amikor megyek a neveversenyre, akkor nem érek oda, mert nem indult el az autóm, és ez is olyan volt, hogy volt ott egy srác, és megkértem, hogy segítsenek már, és volt nekik pont kábel, és pont el tudták indítani az autómat, és pont kibírta azt, hogy én másnap reggel hajnalban, vagy egy éjjel kettőkor indultam, el tudtam menni a rajt helyszínére. Tehát nagyon sok minden ellene volt, hogy ezt a versenyt elinduljak, az indulástól kezdve, hogy nem volt repjegyem, vagy törölték, a szállásom se volt, az autó se indult, de akkor is odaértem, és akkor is megcsináltam. Nagyon jó. Úgyhogy Mekkora ezek flóban nagyon vagy, érdekes úristen! történetek. És Mekkora flóban vagy, úristen! Tehát ezek mekkora flash. Nekem csak elmesélted, és már én is ilyen érzem ezt. ez nagyon jó, ezért mondom, ezek le vannak mind írva, mert az ember ezt nem felejti el, de egy idő után azért kopnak ezek az emlékek. Nem mindegy, tehát tényleg ilyen kalandosan sikerült, de tényleg jó sikerült. Nagyon Azt, jó, aztán úristen! vissza ugye a death race, hát a death race az ugye, mivel visszajött a death race, akkor meg kell már próbálni mérnem. És 18-ba akkor próbáljuk meg. Aztán hogy indult? Hát nem, de ez volt a következő, hát meg kell próbálni, most mit veszíthetek vele. Olyan sokan magyarok nem voltunk még kín rajta, meg kell nézni milyen, aztán nem sikerül. Nagy remény nem fűztem hozzá, hogy ez sikerülni fog valaha. Egy, ez a nyelv miatt is azért, mert vannak olyan feladatok, hogy akár lehet az, hogy most írj egy költeményt, vagy valami eszét, vagy bármi angolul, tehát ez eléggé nehéz, de nagyon jó rámegy arra a talpra esettségre, tehát 18-ban tovább jutottam, mint 19-ben, 19-ben egy csapatversenyen kiestünk, mert rosszul döntöttünk, és az egész csapat kiesett igazából. De 18-as viszont elég keményre sikeredett, tehát az nem az a klasszikus death race volt, inkább ilyen nagyon erős fizikai megterhelés volt az egész, hogy mit tudom én, volt ilyen 30-40 kilókkal kellett folyamatosan mennünk, meg van generátort kellett volna átcipelnünk egy hegyen, ami több száz kiló volt, és mindannyian fogtuk, de pár kilométer után leraktuk kocsira, felrakadták, mert egyszerűen nem haladtunk, vagy nem tudtuk volna átvinni. Ez a Joe farmjára ment, aztán ott volt az, hogy 12 órát szöges drót alatt kúsztunk, de előtte mondjuk egy egész éjszakát 12 órát a szöges drót alatt kellett, ha. de olyan hosszú volt a szöges drót, vagy oda vissza kellett kúszogatni. Nem, egy 400 méteres kör volt körülbelül, tehát egy hitelesített pálya volt, Guinness rekord volt amúgy, kim volt a Guinness képviseletétől, és amúgy meg is döntött a srác, aki voltunk tizen, voltak tizen, akik azt mondták, hogy ők próbálnak a rekordélmen, és voltak többiek, akik csak úgy mentek. A lényeg az volt, ugye, hogy nem lehetett így gurulva menni, hanem tényleg kúszni kellett, és folyamatosan haladni. De mondjuk ezelőtt volt az, hogy egész éjjel burpee-ztettek minket, hogy este 8-tól reggel 6-ig burpee volt, és akkor 3000 darabot csináljunk meg, ha meg tudunk. De a lényeg az volt, hogy csináld meg. Vagy hát csináljad reggel, addig, amíg Joe fel nem kell, és meg nem jelenik. És ezután volt ugye egész éjszakát végigbörpíztettek velünk, azt utána meg mentünk szöges drót alá kúszni. És ugye ez nem volt, nem tudod a feladatokat, és mind az agóni se tudod, de nem készült senki arra, hogy térdvédőt vegyen például. És nagyon-nagyon szétmentek a térdei az ember, meg a háta, tehát a srác, aki a kanadai gyerek, aki megdönte a rekordot, neki ilyen centis bájátok voltak a hátában, mint ha műtötték volna, tehát szétment neki. Mert A szöges drót széttépte, vagy hogy? persze, mert gyorsan ment, és ugye ha lejjebb mész, akkor lassabban haladsz, minél jobban kinyomta a segét, hogy tudjon tényleg négy kézláb menni, amennyire csak lehet. És végighúzta neki, adtak neki kettő-három ruhát, ilyen detrészes mesz, de az is szétszakadt, aztán kartonlapot raktak a derekához, de szétszakadt neki mindent, tehát szétkaristolta a Hát el szöges. lehet fogadni ilyen segítséget, most kartonlap, meg felső, meg mit tudom én. Hát ha volt nála éppen, vagy valamit kukázott, akkor miért ne? Tehát ez egy nagyon kreatív, nagyon rá van bízva a kreativitásra. Feladat megoldott. Volt ilyen, hogy van egy ilyen tó a Joe-nak a farmján, ilyen kis sáros, szaros valami, és mondták azt, hogy fogjatok halat. Nem ér nekem, addig vagyunk itt, amíg halat nem fogtok ebből a tóból, és akkor valaki felkiáltott, ti hülyék, ebben nincs is hal ebbe a tóba. És akkor is neki halat kellett adni, és az egyik srác megcsinálta azt, hogy
volt neki egy horgon egy halat akart kapni. Volt neki horog, volt neki tonhala, kinyitotta a konzervet, rárakta a halogra, és odaadta neki, hogy tessék, itt van a hal. És meg volt oldva a feladat. De ennek eszébe kell jutni, hogy ezt így meg lehet oldani. Jó, de most nem, te nem odavalósi vagy, akkor honnan tudod, hogy abban van-e abban a tóban hal, vagy nincsen? Lehet, nem, hogy senki sem volt odavalósi. Tehát senki sem volt, nagy rész, ugye Amerika meg kanadaiak voltak, de senki sem volt odavalósi, de valaki felröppent, hogy valószínűleg nincs is halad be a tóba. És akkor jött a srácnak az ötlet, hogy akkor adjunk így halat nekik, és bejött. Tehát ez nagyon okos ötlet, mert voltak ilyenek, és így igazából ez kell ide. Meg a 19-esen volt az, hogy éjszakában az volt, hogy összekötöttek minket, ilyen gyors kötözővel, egyik kezünkön egy csapattársal, és akkor voltak ilyen emelkedő felmenők, de minden volt azt hiszem 20 vagy 30 feladat. Tehát matematikai, csillagászati, összeadások, kémiai képletek, holdállás, hogy volt az, hogy volt a kérdés, és ott a válasz, hogy négy válasz, hogy melyik a jó. És akkor fel kellett menni együtt, mert össze voltál kötve, megnézted a kérdést, lementél, megmondod a választ, ha jó, akkor mehetsz a következő, ami még feljebb volt a hegyen. És akkor ez volt egész éjszaka a feladat, hogy fellejárkáltunk, és közben meg kellett tanulni, meg ki kellett számolni, gyököt vonni, osztani, képletet kitalálni, holdállást megtudni. Tehát ilyen érdekes feladat, és tök jó volt, hogy nem csak fizikai, hanem tényleg mentálisan is azért próbáltak túráztatni minket. Igen, ez mondjuk ez nagyon jó. Volt olyan amúgy, mert tudod, ilyeneket, még régen a Józsika ilyeneket mondott, hogy meg ilyeneket hallani, hogy eltemetnek a végén, és aki a legtovább bírja, azt éli túl, tehát hogy nem az, hogy az éli túl, de hogy az benn maradt, aki... Ilyen nem volt, de ezt én is javasoltam a feladatnak, ez nagyon jó mentális, hogy tényleg, hogy ásd meg kvázi a saját síról, és feküdj bele, és meddig, és akkor legyél ott. Hát, hogy egy koporsóba beleraktak, és állítólag így elásnak. És akkor ilyen csöbön keresztül lélegzel, de hogy az a lényeg, hogy akkor is bazd meg el, vagy ásva egy koporsóba. Ez egy mentális dolog, hogy kibírod-e, tehát, hogy igazából ezeken nem volt, de előfordulhat simán, mert a 12 órás háhány is volt, hogy kikötöztek egy fához. Bekötötték a szemed, azt kikötöztek egy fához, és csöndbe kellett maradni. Mozdulatlanul. És majd szólnak akkor, hogyha megmozdulhatsz, vagy levágnak. És ez lehet fél óra volt, lehet egy óra volt, ugye órát nem tudsz, nem vihetsz, nem lehet nálad, főleg a bekötött szeme volt, tehát de én is gondoltam ilyen feladatot, ez, hogy eltemetni. Ez durva azért egy kicsit, hogy megállsz el gödröt, és belefekszel, és betemeted magad. Nem, itt ilyen koporsó, olyat hallottam, hogy koporsó, tehát tényleg koporsóval együtt temetnek el, csak van rajta légzőcső nyilván, tehát nem eltemetnek, ezt ott halsz meg. Persze, persze. De maga az, mentálisan azért nem lehet egyszerű, így ez, hogy valaki bevállalja egyáltalán. Előfordulhat, de lehet, 15-ben lehet, hogy volt ilyen, de én azért nehezen tovább képzelni, hogy mit 20-30 koporsót odahoztak, és akkor betemetnek. De volt olyan, hogy mit én, órákig hagymát pucolsz, vagy egyél hagymát, vagy 5000 darab 1 centest kellett megszámolnod. Ha elrontottad, kezd újra, de nem az első órában, hanem a 30-40. Óra után, és ott tényleg nem engednek aludni. Úgyhogy... Mi volt neked a legnehezebb rész? Tessék? Mi volt neked a legnehezebb? Akár Namíbiába, akár Izlandon, vagy Skóciába, mi volt a legeslegnehezebb? Hát az éjszakázást jól bírom, az annyira nem volt gond, sőt, azt szeretem. Nem is tudom, talán nem is, fizikailag nem vagyok olyan erős. Tehát én inkább fejben tudok azt, hogy ilyen kitartó lenni, fizikailag az, ami nehezebben megy. De itt talán nem is az a lényeg, hogy mindig az első között legyél, sőt nem is szabad, mert akkor lehet plusz feladatot kapsz, tehát ilyen középmezőnybe kell lenni. Inkább fizikailag, tehát a death race, amikor mit tudom én, ha ez a 30-40 kilóval kellett menni órákon át, én mindig utolsó voltam, aztán mondták, hogy még egyszer utolsó leszek, vagy nem, akkor kiesek. De amúgy ez sem igaz, ez csak egy mentális megint cseszegetés, hogy nem esel ki amúgy. Tehát nem, a death race-en ugye nem támogat, nem, ugye erről is írtam egy ilyen összefoglalót, tehát ott abszolút arra mennek ki, hogy kikészítsenek, és hogy te magadásban, hogy egy szaralak, vagy egy gyenge béna valaki vagy, és ez a mentális terror megy ott nagyon. De tényleg az nekem is mondogatták, hogy mennyi, és egyszerűen nem bírtam, tehát fizikailag nem tudtam gyorsabb lenni, nem bírtam el többet, ez van. De én inkább azt mondom, tényleg ez a fizikailag nem vagyok nehéz. Tehát
nem vagyok rossz állóképességű se, de semmiben sem vagyok nagyon kiemelkedően jó. Tehát én nem úgy ilyen is akartam lenni mindig, hogy nem vagyok a legjobb futó, mert nem is szeretek annyira futni, de ha kell, azért el tudok futni lehet 50-100 vagy 150 kilométer terepen, bármeddig. Vagy súlyok, nem tudok nagyot emelni, de azt a közepes súlyt, azt nagyon sokszor, nagyon sokáig elbírom. Tehát van jó erőm, van jó állóképességem, de nem kimagasló. És ez a kombó, ez így valahogy egész jó eredményeket el lehet érni. Volt olyan, hogy fejben feladtad valamikor, vagy megtörtél nagyon? Voltak pillanatok, de a feladás az nem nagyon fordult elő. Egy versenyt feladtam, vagy hát igen, egyet ez itthon volt ez a vérkör, ez a 77 kilométer, amikor 17 december végén elindultam, és itt olyan 68. kilométernél egyszer azt mondtam, hogy nem. Ez 2 héttel az Agóvi után volt, az izlandi után, szerintem még fáradt voltam. Tehát nem éreztem, hogy fáradt vagyok, de azt ott feladtam, azt a versenyt. Most hát nem verseny, mert mentünk így négyen, és akkor én kiszálltam, hogy nem, pedig már csak 7-8 kilométer volt, tehát azt ott feladtam, de amúgy úgy nem. Tehát a skóciai az zavart annó, hogy ezen hülye teszten elbuktam, de megvolt a miértje. Tehát egyértelműen le is írtam a naplomba is, hogy nem voltam felkészülve rá, és nem is sikerült volna. Tehát ha nem a navigáláson bukok el, akkor a vízteszten biztos elbukok, utólag kiderült. Előre megmondják, hogy navigációból készülni kell, mert ott én is Igen, elbuknék csúnyán. ezt megmondják, tehát hogy megmondják, hogy, de azt nem mondják, hogy hogy készült, tehát hogy tudják iránytűvel, térkép alapján, koordináták alapján navigálni. Tehát ezt így megmondják, hogy az, hogy vízhatlan legyen a csomagolás, a táskádat vízhatlan legyen, ezeket így megmondják meg, hogy milyen csomókat, miket kell tudnod, ezt előre megadják. De az, hogy most pontosan mit kell, pontosan hogy navigál, hogy mit kell tudnod, azt nem, az ott erő. Ott kapsz egy térképet, és akkor az alapján mutatják, hogy akkor ez arra hány fok van, hány fokkal van, vagy merre indulnál, vagy milyen távolságra van, mérdezte. Úgyhogy így konkrétan nem, de az alapokat megmondja. És ezek nagyon jó dolgok, mert az életben is azért lehet hasznosítani. Hát igen, de hogy arra nem mennek rá annyira, hogy mondjuk én tudod, nőként úgy gondolkozok, hogy oké, most tök jó, hogy levetkőztetnek, meg beküldenek egy mínusz 10 fokos vízbe, hogy ott ücsörögjek, vagy átsorogjak, hogy azért ez hosszú távon nem annyira jó mégse az egészségemnek. De hogy azt vettem Arra észre, hogy figyelnek direkt nem azért. arra mennek, de nem arra mennek rá, hogy te szánt szándékod, jó felfázást, életed végéig valami Nem, 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 erre figyelnek, tehát nem az van, hogy most te tényleg a fagyásig menj, bár ott a csajok, a desi az otthon, tehát ők remegtek, tehát nagyon fáztak, de hogy mindenki, tehát ez nőtől függetlenül meg amúgy a nők abszolút szerintem nincsenek hátrányban, mert olyan teljesítményt tudnak ott lehozni, hogy hihetetlen, tehát meg nem mondja az ember róla az elején, hogy mennyire mindenre képes. Tehát így regnézed, és azt mondod, hogy hát, biztos végigmegy, és sokkal jobban teljesít, mint sok férfi. Tehát ezeken az ultra extrém versenyeken nagyon, nagyon jók a nők, abszolút le a kalappal előttük, és nagyon-nagyon szívósak. te ha mindig ilyen kemény voltál fejben? Vagy hogy készülsz például te fejben egy versenyre, vagy egy ilyenre? Vagy Fúha, mindig nem tudom, hogy ilyen voltam, gyerekkorodban, ilyen de lettem talán. ilyen voltál, hogy na jó, nem adjuk fel, ki kell tartani, és így jelentett? Fafejű makacs vagyok. Nagyon, nagyon ilyen fafejű makacs vagyok. És talán ez, igen, életem talán ez az egy erősségem, vagy ez a kitartás. Ez így most jött ki, hogy ezeken a versenyeken jött ki. De talán ez megvolt mindig. Tehát, hogy amit akarok, megpróbálom elérni. Persze az egészségem kárára soha nem mehet. Megvan, hogy mik az életem, mik a rangsor, mi a fontos, és de talán tényleg ez a kitartás, ez azért megy általában. Csak fejben kell eldönteni. Most például regisztráltam idén, akartam menni az Elite Challenge-re, mert az tényleg egy kemény verseny, és áprilisban lett volna, ugye az, de nem lett. És most 2 hét múlva lesz, de lemondtam egyszerűen, mert érzem, hogy fejben nem tudtam felkészülni. Tehát érzem, hogy nem vagyok annyira erős, hogy én azt végigbírjam csinálni. Most úgy, hogy Ezek után, hát szerintem aha, mindig bírod csinálni. nem, most nem tudnám. Nem tudnám magam rávenni. Tehát elküldtek ilyen felkészülési programot, azért sokkal keményebb, mint egy agógé. Tehát az hogy például van, hogy megvan, milyen szintidőkkel kell teljesíteni a felkészülés, hogy egyetlen esélyed legyen befejezni. Tehát az, hogy amikor 25 kilóval kell 30 kilométert menni, és akkor teljesíts 4,5 órába, azért az nehéz. Tehát én megcsináltam ezt áprilisban, meg készültem úgy, hogy hát ha lesz,
sikerült, de nagyon nehéz volt fizikailag. Tehát, és most arra, hogy most augusztus 2 hét múlva lesz, itt van 40 fok, tehát nem voltam képes arra, hogy én megint felvegyem a hátamra a 25 kilót, és elinduljak vele 30 kilométert. Tehát az most nem. Úgyhogy átrakadtam jövő tavaszra, de szerintem azt megpróbálom majd. Meg még talán egy death race még belefér jövőre. Mert egyszer még megmondtam, hogy háromszor megpróbálom, aztán amíg jutok, és ennyi. És mit kap az, aki befejezi a dead race-t? Egy műanyag koponyát, ami Ennyi. ráírják, hogy death race finisher, mint meg az év. Amúgy eBay-en meg tudod venni kb. $10 azt a koponyát. Jó, de itt tudod, hogy hát nem az a lényeg, hanem az, hogy te tudod, hogy mit kínlottál azért a koponyáért. Persze. Tehát itt abszolút nem erről szól. Meg kapsz egy pólót, meg egy pulóvert. Na. Ugye ez a Úgyhogy. Pete Ted részes, most is az van rajtad, nem? Igen, az egyiket felvettem. Na. De ez nem finisher, tehát én nem fejeztem be. Tehát én egyiket sem fejeztem be. Azért még egyszer visszamegyek, megpróbálom. De talán a nyelvtudás az sokat fog jelenteni. Tehát én félek, hogy ezen is múlhat, bár most, hogy voltak ezek a covidos dolgok, és voltak ilyen beszélgetések ott Donnal, egyik fő ilyen feladatmesterrel, aki mindig kitalálja, hogy mit csináljunk, meg hogy szívassa az embereket. És igazából az, ami fontos mondani, ezt ki is másoltam magamnak, hogy igazából a death race-en, amíg te nem adod fel, addig te versenyben vagy. Ha van mezed rajtad, ha nincs mezed rajtad, tehát ott nagyon megy az, hogy akintől elveszik a mezede, a számodat, az kiesik. Amúgy ez nem igaz, mert azt te visszaszerezheted. És te elmondta, hogy te idejöttél, te kifizetted azt a nevezést arra 70x órára, vagy 60-70 órára, ha te nem adod fel, akkor te ezt végigcsinálhatod. De sajnos elég igazságtalan a death race, mert voltak olyanok, akik 19 és 68-69 óráig ott voltak, és mivel egy páros verseny volt annó, ez a 19-es, tehát akinek a párja eleve nem volt ott, az nem is lehetett finisher, de ezt persze nem mondták meg az elején. Tehát most én is... Hogy érted, hogy a párja? Tehát már lehet, hogy az a párom, aki már rég feladta? Igen. Tehát igen, ugye úgy kellett regisztrálni is, hogy neked ki a párod, ki az, akivel együtt vagy. De amúgy a verseny során sok jelentősége nem volt, mert Rittig nem vele raktak össze, hanem tök idegennel, pont ez volt a lényeg, de én is úgy mentem el, hogy nekem, aki volt, ő el se jött. Tehát én soha nem lettem volna finisher, ha végigmegyek, akkor se. De én ezt nem tudtam az elején. Tehát ez egy elég igazságtalan, aki 68 órát végigküzd, és akkor utána van egy kis ilyen shotgunnal lövöldöznek, és utána van a vége, és akkor mondják, hogy hát bocs, neked nincs párat, te ezért nem fejezed be. Tehát sajnos a death race-ben ez benne van, hogy az utolsó fél órában is elvehetik tőled, de talán nem is ez a lényeg ennek a versenynek, hanem az, amit addig végigmenti, azok az emberekkel, amit megtanultál az egészből, vagy saját magadról. Tehát voltak olyan versenyek, olyan esemény, olyan év, vagy olyan meg 18, vagy 18, és 19, és szakadt az eső, és járatták fel, van a Denali Challenge, azt hiszem tavaly volt, a Denali az Amerikának a legmagasabb hegye, Észak-Amerikának, az 6000, nem tudom hány száz méter, és azért volt Denali Challenge, mert egy éjszaka azt a szintemelkedést kellett megtenniük, a Joe Farmer van egy ilyen másfél kilométeres szakasz, ami ilyen 3-400 méteres szintemelkedés van, tehát nagyon meredek, és azon járatták őket fel le egész éjszaka. És szakadt az eső. És olyan lábuk volt, én láttam, hogy visszamentem, hogy szétázott, szétszakadt, valakinek bedagadt a bokája, elkibicsaklott, de kétszer akkora volt, de végigcsináltam úgy. Utána lehet kórházba kötött ki, de nem adta fel, és végigment. De volt, aki összeesett, tehát tényleg összeesésig csinálják. Úgyhogy, de sokat tanulsz igazából, tehát Magadról. tényleg ez a lényeg az Magadról egésznek. tanulsz sokat, nem? Igen, meg az egész, meg kitartás, tehát ezek nagyon, nagyon hasznos dolgok, hogy igazán nem kell feladni, meg nem is szabad. Úgyhogy tényleg ez is a lényege. Tehát nem csak a medálok, meg hogy minél többet, meg kirakjam, meg fényképezkedjek, meg éppen ott voltam, hanem hogy mit tanultál ebből az egészből. Úgy az agó is ilyen csapatmunka az, hogy most például maga a szervezés az, hogy hogy jutsz ki, a készülődés, mert ugye meg kell szervezni az utadat, a szállásodat, a hátizsákodat, hogy pakolod logikusan, tehát
nem csak fizikailag, hanem tényleg egy ilyen rendezettséget is akár tanulhatsz belőle az egészben, amit Hát később is igen, használhatsz. időben felkészülést. Ott is, ott az agogra azért megadják előre, hogy mit kell vinned. Ugye nem olyan, mint a HH, hogy egy héttel előtte mondják meg, hogy mit vigyél. Ezt pár hónap előtte most például megadták Abu Dhabiban, mi kell, de megadják, igen. Mert valamikor Ugye, speciális tényleg, listán mint be kell plusz vagy ilyen. szerezned, tehát igen, ezt megadják időben. Képességeket is, hogy legyen időd tanulni, tehát nem egy pár nappal előtte adják ezeket meg. De ide kell is, mert tényleg egy speciális szerszám, bakancs, ruha kell, védőruha, főleg mint a télen esetleg kellett, akkor azokat lehet, mint mindenki Amazonon, meg eBay-en rendeli. Nekem is volt ilyen, tehát olyan vadidegen emberekkel hoz össze, és annyira érdekes, milyen embereket, milyen hasonló gondolkodású embereket hoz össze a sors, hogy én is úgy rendeltem meg egy-egy kiegészítőt, ami jóval olcsóbb volt, mint Amazonon, amit Angliába vagy Magyarország nem hozták el, vagy drágán, akkor egy csajnak, pont a desének oda küldettem Angliába, azt odahozta nekem, ő is jött a versenyre, és ott odaadta nekem. De ugyanakkor én is valakinek adtam az enyémből, ha nekem volt több. És ezek olyan emberek, ha bárhol találkozol, ez segíteni fog neked az életbe. Tehát nem tudod miért, nem is találkozol velem most, de ha összefuttok, akkor már csak a közös élmény, emlékeztek egymásra, hogy biztos, hogy segíteni fog, és számíthatsz rá. Igen, amúgy én az utazásban is ezt imádom nagyon, hogy olyan emberek állnak be. Most gyorsan csak elmesélem, hogy én amikor most jöttem haza Törökországból, akkor kedden jött volna haza a repülőm, de helyett szerdán jöttem haza, mert nem lett kész a PCR-tesztem, illetve készen lett, csak mi azt hittük, hogy elküldik SMS-be ők meg olyanok, hogy be kell érte menni papíron. Szóval, hogy emiatt szerdán jöttem haza, és hogy mentünk egy, ott ugye Törökországban ilyen kis busszal járkálnak, Dolmus az a neve, így leinted, meg visszatolat, meg fölvesz, és akkor mondod neki, hogy majd itt szeretnék leszállni, hogy kitesz, vagy nagyon cukik. A reptére is ilyen víz, ott nyilván már hely, tehát ott van helyed, nem az van, hogy akár állsz is rajta, és lepukkantunk. Először ott hagyott minket, ott felejtett minket a benzinkúton, mert ott cserélték a sofőrt, és az nem számolta meg, hogy hány ember van. Jó, akkor visszatolat az autópályán, visszatolat ott a minibusz, ilyet Magyarországon nem lát. Jó, akkor felszed minket, megyünk a reptérre, egyszer csak leáll a motor, délben kb. Tűző napon, ott rohadtál meg, ugye klíma sincs semmi, és akkor leintettem egy buszt, hogy álljon, hogy tudod, így próbáltam stoppolni, hogy valami legyen, hogy kijussak a reptérre időben, és ott egy faszi mindig így mondogatta, hogy semmi baj, nyugi, majd Ja, lazul. ők így kezelik, ők nem stresszelik agyon. Igen, de hát, és akkor megállt egy busz, elment mellettünk egy ugyanilyen kis busz, kettő ember ült benne, mentek a dolgukra, az magán volt, és így visszatolatott, és akkor kérdeztük, miben segíthet, tök vadidegenek. Mondtuk, hogy hát mi a helyzet, és akkor engem, minket elvitt, meg azt az a fószer is beszállt, mert az így irányított, hogy itt tegyél majd ki minket, és akkor majd onnan egy taxi, meg minden. Nem volt már nálunk ez a török líra, hogy adjunk azoknak, hogy jó fejek, hogy elvisznek minket. Ez a fószer egy tök vadidegen, hátulról a kezembe nyom egy 20 lírást, hogy adjam oda én nekik. Tehát, hogy vadidegenek egymásnak pénzt adogatnak, meg mit tudom én, mi haláliak, de tényleg. Tényleg utána egy taxiállomás, a taxis is elvitt minket, szóval a reptérre tökéletesen odaértünk. Minden rendben volt, föl is szállottam volna a repülőre, csak mondták, hogy nekik nem kell a PCR-t, ez majd Magyarországnak kell, tehát, hogy Isztambulból már nem fognak engedni felszállni, ha nincsen, és hát ugye ott isztambuli reptéren azt, hogy csináltatok, és vajon kész lesz a 2 órán belül, azt már nem garantálják, hogy ma van, mondom, akkor maradok még egy napot, és majd megyek másnap, de hogy így, tehát így, és zseniális, milyen jó arcok, tényleg, tehát, ez más mentalitású nép, tehát igen. Nagyon, ez az egy, mindenkiért, mindenki egyért, ott segítünk, ahol tudunk, és én mindenhol, ahol utaztam, ezt tapasztaltam, Thaiföld, Bali, ilyen helyek, hogy imádják, hogy nagyon kedvesek és segítőkészek, és ezek olyan megosztják, népek egy is, az pár ázsiaiak, ízét azok ilyenek megosztják amúgy. vele. Tessék? Az ázsiaiak ilyenek. És megosztják vele, tényleg az egy szál ekkora kajája van, azt is megosztja veled, mert hogy Igen, igen, egy igen, mindenki igen, egyért. nem. Amilyen van, az a kevés, azt abból is ad neked, ha kell. Igen, és még több boldog is mellé, úgyhogy... Ha igen, jó lesz őnek.
Nagyon édesek, imádom ezeket a népeket, az ilyen hozzáállást, mert én is török vagyok, ugye félig, és nekem ez abszolút, ez a normális, hogy így bánunk egymással. Szeretet, béke, happiness, segítünk egymásnak, és nekem inkább az a fura, amikor ilyen idegenkedést, vagy hogy kirabolta, meg leütötte, meg mi? Ilyen van? Úristen! Szóval, Ilyen hogy más világ. úgyhogy nekem ez fura nagyon. Na, hát fú, igen, én őszintén ezzel az utazásról is, meg mindenről is beszélnék. Van még olyan, amit így szívesen elmondanál? Illetve az a kérdésem, hogyha valaki készül ilyen versenyre, akkor hol kereshet, esetleg kérdezhet-e tőled, és hol találhat meg? Kérdezzen, Facebookon megtalálva, sok Facebookon. ismerősöm nincs, tehát én szelektálom, mert az, hogy valaki látott egyszer, az nekem nem ismerősöm. Azok, akikkel versenyekre együtt megyek, meg tényleg azok ismerősök, de eljutnak. Tehát volt, aki így megkérdezett, annak szívesen segítek, de ugye nem híresztelem. Tehát én nem vagyok, nem reklámozom, nem vagyok minden percben fenn, és nem posztolok minden futásomról, vagy valamiről. Amire büszke vagyok, az fenn van. Az utazásaim, ugye a koncertek, zenét szeretem, az élőzenét, meg a versenyek, tehát ez a kávé három albumom van, az utazás, a világ körül, a sport, meg a koncertek. Úgyhogy azok fenn vannak, és aki akar, az nyugodtan keressen meg, szívesen segítek, de magamtól nem osztom meg úgy, hogy kérdezted a naplóm, meg mi lesz. Tehát én ezt, akit érdekel az életem, akit érdekelnek ezek az utak, vagy valamelyik része, arról nagyon szívesen beszélek, nagyon szívesen mesélek, ha látom, hogy érdekli, de csak amúgy, csak azért, hogy most ott legyen, azért nem osztom meg. Tehát ezek az én dolgaim, de tényleg a Facebookon, ha úgy van, valaki tényleg egyszerűen érdekel, szívesen segítek, de ugye már nem egyedül vagyok, aki ezeket teljesíti. Itt van a Viktor is, aki végigjárt már pár versenyt, tehát ő is tud nagyon sokat segíteni, hisz ő is készül, meg rengeteg tapasztalata van ezekben. De tényleg mondom, Facebookon, de annyira nem szeretem, így nem reklámozom magamat, vagy ezeket, úgy, hogy te, ha érdekel, szívesen mesélek ilyen embereknek róla, akik tényleg komolyan érdeklik, de nem úgy meg nem verem nagy dobra. Barátaimnak szívesen, mondom, Detrészős Győrbe is voltam, amikor beszéltem be, eljöttek 5-6-an, hát annyira nem értékelték, de mindegy, ez egy más világ szerintem, ezt valaki nem is tudnak, sajnos sokan nem is tudnak róla, hogy ilyen versenyek léteznek egyáltalán, vagy az ember elmegy, hogy 60 órát nem alszik, meg mit tudom, hány tonnát cipel, meg jégben fürdik, meg tűzön átmegy, meg És nem. várjál, és még ezért fizetsz is. Ja, és ezért még fizetsz is, meg a világot átmegy, nem is keveset az utazás, meg minden körülmények, de hát igen, ez egy de ez más. egy életérzés, igen. Igen, ez többet ér a pénznél. Tehát most pénz valahogy mindig lesz, de az, hogy most élmények, utazása nem mindig van lehetőség, főleg most megint, ugye most megértük ezt, hogy korlátozzák a szabadságot, ami nekem nagyon nagy szívfájdalom, mert az életemben ez nagyon fontos helyen van a szabadságom, és én utazni szeretek, és nem tehetem, és nagyon jó, hogy korábban voltam ennyi helyen, mert ki tudja, mikor lehet megint elmenni. Most figyelem a legnagyobb COVID kellős közepén is elutaztál Új-Zélandra, úgy, amikor mások Horvátországban se, szóval azért... Akkor még azért nem volt, de most figyelem, mi van így Óceániában, vagy híreket, Ausztrália, Új-Zéland, tehát most ha olvastam nemrég, hogy Ausztrália akkor nyitja meg az országot, hogy a 80%-a át lesz oltva, 20%-nál vannak, lehet az elkövetkező 2-3 évben be se lehet menni, pedig még oda is vissza akarok menni, vannak célok, hogy mi az, amit nem láttam még, voltam háromszor ott, de még van rész, amit meg akarok nézni. De Új-Zélandra akkor lehet menni ezek szerint. Nem, oda se nagyon tudsz menni. Illetve nem néztem meg pontosan, de nem nagyon engednek be, tehát most lezárták azért határokat. Abban a régióban nagyon. Sőt, még egymás között is, ugye Új-Zéland, Ausztrália nagyon ilyen hasonló kormányzat stílus, és ők egymás között segítik egymást, de most azt hiszem ők is lezárták emiatt, hogy megugrottak. Igen, azt emlékszem, hogy mesélte még régen a barátomnak a nővére, hogy ott oda egy almát nem vihetsz be, mert megbüntetnek, meg lesittelnek, meg minden, mert hogy annyira védelmezik azt. Igen, de amúgy jól is teszik, mert védik a sajátjaikat, a saját embereiket, a saját országokat, és ezt nagyon jól teszik amúgy. Hogy ne vigyél be oda semmit, nehogy kettődést, meg akármit. Igen. Nekem is versenyen megnézték, hogy be kellett írnom, hogy túracipő van nálam, azt kinyitották, hogy megnézték, milyen, le volt tisztítva, azt nem mondták, hogy semmi baj, ennyi. De kellett, de meg kellett mutatnom, hogy versenyre mentem. De érthető, tehát én ezzel nem akadok fel, jó, és igazuk van, és jól teszik. Csak így marad meg olyannak az ország, amilyen. Na itt a Viktor is írt, hogy rock on.
a Peti is, hogy egy igazi acélember, Jó, persze. és hogy nagy példakép, és hogy alig várja, hogy együtt induljatok újra egy kis endurance-on. Kicsoda. Hajni is írt, hogy már Ja. nagy példakép vagy, és hogy, annyi, hogy már nagyon várja, hogy újra együtt induljatok egy jó kis Majd endurance-en. összehozunk valami magyar csapatot. Na, Meg, rám meg, például megverjük a világot, megmutatjuk nekik. rám is rám fér. Én is imádom a HH-t, de már nagyon rég, most a Covid-ban nem is voltam, úgyhogy már rám is rám fér, mert elpuhulok itt. Hát valamit mindig lehet találni, készülni aztán. Ki tudja, Igen. mikor lesz lehetőség. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, tényleg én nagyon örülök, hogy jobban megismerhettelek, egy igazi élmény volt nekem is, tényleg, és nem csak a Dead Race részem ez, hogy végre valaki óceániáról, meg ilyenekről, és hogy oda járt, és nem Na, csak a nagyon sokat plakát van mögötte, tudnék hanem beszélni, élő. tehát a naplómat előszedném meg abból, tehát készíteni, tehát nagyon sok órát. Akit érnek, nagyon szívesen mesélek, mert mondom, barátok, de ez hosszú tényleg, tehát minden le van De én írva, mondjuk hallgatnám szívesen, de tényleg. mert minden napom le van írva, ezért most minden napot végigolvas, nem tudom, előttem menne az egész utazásom, ami volt 10 évvel ezelőtt, ahogy volt, hogy dolgoztam, hogy mentem munkába, hogy tévedtem el, hogy szedtem almát kertbe, meg milyen gondjaim voltak. De nagyon jó. Örülök, hogy így ezt tettem. Tehát így leírtam naplóba, és ez máig is így megy. Tehát ha, ugye, hát úgy megyek Abu Dhabiba, és biztos ott is naplót fogok írni. Tehát egyértelmű, hogy ez Már ne megy. viccelj, egyszerre majd vén ember leszel, tudod, és így a karosszékben ülsz a tűz előtt, akkor az unokáknak majd tudjál milyen sztorikat mesélni, tudod. Hát nagyon köszönöm, tényleg, nagyon nagy élmény volt, és köszönöm szépen, hogy így bevállaltad, meg Én örülök, is hogy így köszönöm. összehoztuk, és hát akkor te jössz most hétvégén? Találkozunk most? Nem, nem, nem valószínű. Nagy remélem, hogy nem sokára találkozunk is élőben is. Jól van, jó. Na, akkor köszi Nagyon szépen szépen. köszönöm neked is, meg mindenkinek, aki hallgatta, vagy utólag meghallgatja, és akkor csodálatos estét neked is, meg mindenkinek. És most én olyan jó élményekkel fogok lefeküdni, mintha én magam jártam volna óceániában, de tényleg úgy fel tudtál, így nagyon, úgyhogy köszönöm. Mennyire el, ha megteheted, az legyen a következő. Hát most leszek 35 januárban, úgyhogy valami ajándékot akarok. Nekem Hawaii nagy szerelmem, úgyhogy vagy Hawaii, vagy valami, ahova beengednek, Hát igen, ez most nehéz, hogy hova engednek be, de jó, én Hawaii-on nem voltam, úgy én is lehet el fogok oda menni, de szerintem Új-Zéland szebb. Tehát az a szigetvilág, akár ez a Fiji, vagy valami, tehát az szebb lesz, mint Hawaii. Tehát mindegy, ez mindenkinek ez szubjektív, de én kicsit elfogult vagyok, de valamilyen szinten láttam azt a világot is, én szerintem az a óceánia az aztán az egyik legszebb része a Földnek. Meg az emberek, hogy összkép, nem is csak a természeti adottság, hanem amilyenek az ottani emberek. igen, ők még ilyen megrontatlanok, nem? Ilyen teljesen jó lelkű népek. Ott igen, jobbak, tehát azért mondom, nem ez a ez a sznobság, ez a kihaj ne innen, meg a nagyobb jobb legyen, hanem tényleg élnek egy tök jó színvonalon, és nem igazán számít, hogy 20 éves autód van, vagy 2 éves autód van. Van aztán kész, gyere, ülj be, megyünk sörözni, megyünk tengerpartra, grillezünk, nem tudom, elugrunk ide-oda, tehát máshogy élik az életüket. Köszi. Na. Na, Csodálatos sziasztok! estét neked. Szia! Sziasztok, szia!